Magamról annyit, hogy én 11 néhány évvel ezelőtt még az ELTE természetföldrajz tanszékén tanítottam, és utána úgy éreztem, hogy valami gond van ezzel a világgal, és ez a gond, ez valahol az oktatásból jön. Tehát ahogy felnövünk, a hibás tudásainkból, és ha megnézzük a minket körbevevő világot, megnézzük az élő világot, ott minden az együttműködésről szól, minden mindennel együttműködik, máskülönben nem mehetne az élet. És ebből valahogy az emberek kimaradnak. És azért maradnak ki, mert minket elkezdenek már az óvodába versenyeztetni. Az összes többi élőlény együttműködik, mi folyamatosan versengünk. És erről szól az életünk, és ezért nem elég a nap 24 órája, mert a folyamatos farokméregetés miatt mindig van valami olyan, amit meg kell venni. És inkább lemondunk az emberi kapcsolatokról, lemondunk az egészségünkről, nagyon sok mindenről lemondunk emiatt. Úgyhogy én azt látom, hogy amit előbb lehet rendezni, az a vidék. Az a vidék, mert ott még mindig nincs olyan nagy baj, mint amennyi látszik. Na most délvidékkel kapcsolatban pedig szeretnék elmondani egy nagyon fontos tanmesét, mert ugye nyilván úgy érzik, hogy még a Kárpát-medencén belül is a legrosszabb helyzetben levő része a magyarságnak. A tanmese az arról szól, hogy a parasztnak elszökik a lova. És hát mondja neki a szomszéd, hogy jaj, szomszéd, micsoda kárért. Meg lehet. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Másnap visszajön a lova, és hoz még magával 4 kancát. Hú, szomszéd, micsoda szerencse érte. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Harmadnap fölül az egy szemfia a lovára, leesik, összetöri a lábát, és nyomorék lesz. És mondja neki, jaj, szomszéd, micsoda szerencsétlenségért. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Negyed napra sorozóbizottság jön a faluba, és minden működőképes fiatalt elvisznek, kivéve ezt a nyomorékot, elviszik őket a háborúba. Szomszéd, micsoda szerencseért, ugye? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Tehát a délvidékről ennyit szeretnénk mondani, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Óriási lehetőségek vannak a délvidék előtt, pont azért, mert nem esett bele ebbe az EU csapdába, mint mi. Itt is hatnak dolgok, de nem olyan végletesen és véglegesen, mint Magyarországon, majd erről is fog beszélni. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez a nép, ez több ezer év óta megél ezen a földön. Önellátásból. Nem kér semmiféle külső segítséget, és nem kellett semmit kívülről behoznia. Se élelmiszert, se tanokat, semmit. Tehát itt volt egy saját ősvallása ennek a népnek, volt egy saját együttműködés a természettel, ami egy nagyon magas fokú együttműködés volt. És még valamit, mert megint ez az oszd meg és uralkodj, mindenben ez van körülöttünk. Kárpát-medencét nem csak a magyarok lakták. Itt mindig volt egy szimbiózis a népek közt is. És ez a szimbiózis, egy nagyjából ez együttműködés, ez nagyjából úgy működött, hogy voltak olyan népek, akik a magas hegyeket lakták, és az volt az életterük. És mondjuk ott hegyi legelőket használtak, és abból éltek az állattartásból, meg egyebekből, például a románok. Voltak olyan népek, akik az erdőségeket lakták be, ezeket termelték le, ezeket cserélték el az alföldi élelmiszerekre, például a tótok. És volt egy olyan nép, aki a vízkormányzással foglalkozott. A víz az maga az élet. Tehát ha valaki a vizet jól használja, az magát az életet használja jól. Ezek voltak a magyarok. Melyik volt előbb a Kárpát-medencében? A hegyek, az erdőségek vagy a síkságok? Na ez a baj. Ez a baj, hogy egyszerre voltak. Tehát nincs értelme ennek, hogy ki volt itt előbb, meg hogy a szlovákok miért használnak kettős keresztet, ugyanolyan jogon használják, mint ahogy mi. Úgy, hogy ennek a védernyőnek ők is a részei voltak, amit úgy hívunk, hogy a Szent Korona országai, és a jóval régebbi védernyőnek is a részei voltak. Tehát ezt azért mondom, mert nem sokára eljön az az állapot, amikor tulajdonképpen két nemzet vagy két szellemcsoport lesz a világon, az egyik az életet fogja szolgálni, a másik a halált fogja szolgálni. És csak ezt kell eldönteni mindenkinek belül, hogy ő melyik csapatba akar beállni.
Tehát abban a csapatban, aki fogyaszt, szemetel, mindent átalakít, vagy abban a csapatban, aki az életével az életet szolgálja. Mindegy, hogy egy kis tanyája van, vagy a kertbe, bánik úgy az élettel. Úgyhogy, és ez egy teljesen más világ lesz, és egy teljesen más szövetség jön létre az emberek között. Tehát nem lesz ez a megosztottság, ami most. Ez egy teljesen kívülről jövő. Ez nem működött. Ez évszázadok, évezredek óta normálisan együtt tudtak élni népek. Az, hogy most nem tudnak, az egy dolog. De gondoljátok el, hogyha a népek az alapján fognak majd kapcsolódni, például Bukarest mellett van az egyik legnagyobb ilyen Anasztázia, meg Ökobio Enviro közösség. Tehát egy egész falut építettek. Románok is elképesztően. Én, amiket láttam Romániában, hogy bánnak az élettel, meg milyen gazdaságaik vannak, hát le a kalappal előttük. És ott is van hülye városi népsége, mint ahogy mindenütt. Na, akkor egy kicsit nézzük meg azt, hogy ma mi jellemző a vidékre. Hát itt már nem olyan rózsás a kép. Vidékkel az a nagy baj, hogy az ökológiai lábnyoma, tehát amennyire terheli a környezetét, a vidéknek az jelenleg az ökológiai lábnyoma az majdnem kétszerese a városének. Most ez miért van? Azért van, mert hogyha végig gondoljátok, ugyanazt a vizet, gázt, villanyt el kell vinni, csak egy sokkal szortabb rendszerben. Nincs az a tömörödés, mint a városban, egy stranggal meg lehet mind a 15 emeletet, meg lehet vízzel el lehet látni, meg villannyal, hanem ugye itt utcák vannak, nagyobb távolságok vannak. Egyébként semmi nem változik, tehát ma már a falu, a vidék az nem az önellátásból él. Ugye abban a Tesco-ban, vagy itt nem is tudom milyen multi van nálatok, ugye abban a szarba jár vásárolni, mint a többi ember, ugye hogy bejár ingázni a közeli városokba, tehát gyakorlatilag az, ami valaha önellátás volt, az már nem működik falun. Ami még döbbenetesebb, hogy a falunak az egészségügyi állapota jelenleg rosszabb, mint a városnak. Ez megint megérne egy misét, hogy miért van, ebben most nem akarok belemenni. Az a lényeg, hogy jelenleg a falunak csak a hátrányait használjuk ki, az előnyeit nem. Tehát az, hogy én egy falun élek mondjuk, az annyit jelent, hogy plusz egy órával többet fog bejárni a munkahelyemre, minden drágább lesz a helyi boltban, mint a Tesco-ban, stb. Még annyit erről a falu kontra városról, hogy azért azt tudni kell, hogy a háború előtt a Kárpát-medencében minden ötödik ember tanyán élt. Tanyán, tehát nem faluba, kifejezetten tanyán. A Duna-Tisza közén minden harmadik ember tanyán élt. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hihetetlen viruló tanyarendszer volt. Miért kellett ezt tönkretenni? Mert minden rendszer folyamatosan tette tönkre. Miért? Mit gondoltok? Részben az ingyen munkaerő, vagy a majdnem ingyen munkaerő, igen, de ami a nagyobb gond mindig az irányítás. Tehát mindig uralkodni akarnak az embereken, most egy olyan emberen, aki nem függ semmitől, azon nem lehet uralkodni. Hát egy tanyára kellett egy kiló só, meg egy liter petróleum. Azt annyi. Na most ezért szisztematikusan mindenütt egyébként, nem csak Magyarországon, az összes környező országban is felszámolták ezeket a tanyákat. Mi a megoldás? Na most jelenleg is élnek mezőgazdaságból emberek, inkább azt mondom, hogy vegetálnak, mert ahhoz képest, hogy régen 5 hektárból kényelmesen megélt egy paraszt család, ahhoz képest most 50 hektárból se lehet megélni, csak mindenféle támogatással, meg csaloklopokkal. Mi az oka? Az oka az az, hogy ma a mezőgazdaság a nagyüzem felé megy, és én ezt úgy hívom, hogy kínai út. Tehát, hogy csináld ugyanazt a vackot, mint a többiek, csak olcsóbban. Tehát Magyarországon 30 forintért veszik a búzát, mondjuk 40-ért, 50-ért a kukoricát, 40-ért legyünk jópofák. Tehát ez nevetséges, hát a tüzelő kerül ennyibe. 30 forint egy kiló fa. És ugyannyiba kerül a tüzelő, vagy a búza, vagy még olcsóbb. Húha! Köszönöm szépen! Tökéletes! Szuper! Valamilyen plajbász. Hova rakjam? Köszönöm szépen! Tehát
Tehát gyakorlatilag ezt tényleg nem érdemes csinálni, és ráadásul nem veszi észre a paraszt, hogy ő már nem földműves. Ő már gépész-vegyész. Tehát nem kell máshoz értenie, mint hogy az a szerencsétlen MTZ vagy Zetor, vagy itt nem tudom mik vannak, ez beinduljon, az a 40 éves ócskavas, meg ahhoz kell érteni, hogy milyen mérgeket keverjen, milyen arányba, hogy nem érgezze ki magát és a családját, de azért valami nőjön a földjeink. Körülbelül ennyi a tudománya. És ez nagyon durva. És ez nagyon durva. És minden pénze a kegyszerekre megy. Tehát a gázolajra, a traktoralkatrészre, a gumira, a vegyszerre, stb. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen mesterségesen fenntartott rendszer, ezt teljesen tudatosan csinálják, hogy pontosan annyit adnak a parasztnak, hogy ilyen ne halljon. De azért, mert ez a kínai út. Tehát ugyanazt a szemetet csinál, mint a többi ember, csak olcsóbban. Így megy lefele a minősége mindennek emiatt. Egyre rövidebb lesz a növénynek a szára, hogy kényelmesebben lehessen, mit tudom én mit csinálni, egyre rövidebb lesz a tenyész ideje. Hát ez ugyanaz, mint mindenütt, mindenben a világban. Ócó kínai papuc. Kétszer fölveszed, kidobhatod. Na most nehogy azt higgyétek, hogy búza nem ilyen. Mit gondoltok, miért van mindenkinek gabona allergiája már, meg lisztérzékenység? Hát pont emiatt. Nem lehet büntetlenül bizonyos dolgokat megcsinálni. Na most ugyanez van egyébként az állatokkal. Hát ez, gondoljátok el, amikor egy csirke leéli az életét pár hét alatt, pár hetes élete van, és leéli egy A4-es papírlapnyi területen. És levágják a csőrét, meg a karmát, hogy ne verje agyon a többi csirkét szerencsétlen. Mert ugye egymás konkurensei. Ma mindenbe ez a konkurencia megy, amit az ember csinál egymással, azt csinálja a környezetével. Az emberek egyfolytában harcolnak, és arra kényszerítenek mindent a környezetükbe, hogy ezt csinálják. Úgyhogy, na most ez gyakorlatilag mindenben meg fogja magát bosszulni. Ugye van egy Jotengrit nevezetű könyv, egy ilyen rábaközi táltosoknak a hagyománya, vagy gyújítóknak a hagyománya. Ők azt mondják, hogy a rák az a nemiségüktől megfosztott, örömtelen életű állatok húsának, tejének, tojásának fogyasztásától van. Mind csodálkozunk. És az a baj, hogy ezt így szép lassan, figyeljetek, a legnagyobb baj az, hogy van egy béka, bedobod a forró vízbe, az azonnal kiugrik, ugye? De ha van egy béka, beteszed a hideg vízbe, alágyújtasz, akkor szépen lassan szétfő. Mert olyan lassú a folyamat, hogy nem veszi észre. És ez van velünk. Hát régen nem így nézett ki egy falu, hogy elkezd 30 évesen haldokolni egy ember, meg már a kórházba él gyakorlatilag. Régen fogták, letették 70 évesen az öregek a kaszát, azt elbúcsúztak. És addig az utolsó pillanatig egészségesek voltak. És senkinek nem tűnik föl ez a kontraszt. És ami nagyon durva, ezen gondolkozzatok el, főleg aki állatot tart, az igazolja azt, amit mondok. Egy állatnak úgy néz ki az életgörbéje, hogy van egy rövid felnövő szakasz, utána eléri a 100% teljesítményét, nagyon sokáig 100% teljesítményen van, és egy nagyon rövid szakasz alatt az élete végén lecseng. Tehát mondjuk egy állatot, egy normálisan tartott vagy szabadon élő állatot maximum a fogazata alapján lehet megkülönböztetni, hogy hány éves most az elején van, vagy az végén az életének. Az embernél nem így van, az ember eléri mit tudom, 21 éves korára ezt a csúcsot, és utána szépen elkezd haldokolni. És ez részben az élelmiszerek miatt van, de az élelmiszer csak a kivetülés ennek az állandó harcnak, amiben vagyunk. Folyamatosan harcolunk, folyamatosan küzdünk az üveggyöngyökért, a banánízű tamponért, meg a mit tudom, elektromos orszörtejtőért, mintha enélkül nem lehetne élni. És ezt mind tukmálják ránk ezeket a szarokat, mi meg bólogatunk, ugye ülünk a izé előtt, a villanypásztor előtt, alfában nézzük ezt a sok baromságot, és szívja el az agyunkat. És ez a durva, hogy már az emberek nem tudnak gondolkodni. És elkezdi ezt a folyamatot a kötelező oktatás. Magyarországon 3 éves kortól kötelező az oktatás. 3 éves kortól. 7 éves kortól el se szabadna távolodni az anyjától a gyereknek. 3 éves kortól berakják oda a csomagmegőrzőbe, és mire kijön, én ezért hagytam abba az egyetemet.
Én azt csináltam, hogy úgy válogattam ki a diákoknak a legjobbát, hogy ilyen ördöglakatokat biztos ismeritek, ilyen mindenféle szögekből, drótokból, mindenféle szírszalból. Az a lényeg, hogy egy hagyományosan gondolkodsz, nem tudod megoldani. Ki kell lépjél abból, felül kell emelkedjél, és egy teljesen más szemlélettel kell hozzáfogni. Na most, amikor odajöttek a diákok, mit tudom, 100-ból, nem emlékszem már számokra, de ilyen, mit tudom, 40-50-et meg tudtak oldani. Amikor elvégezték az egyetemet, 2-3-at. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy most mi van? Na most a mai napig azt mondjuk, hogy ha valaki egyszerűen old meg egy problémát, hogy józan paraszti ész. Egy baj van, ez parasztok kellenek, és az se baj, ha józanok. Ilyet ma nem találsz. Ilyet ma nem találsz. Nincsenek parasztok. Vannak ezek a gépészvegyészek, nem az ő hibájuk, hogy ezek lettek. Tehát egyrészt nem kapták meg ezt a tudást, ami ténylegesen kell egy gazdálkodáshoz, másrészt már az a tudás, amit kaptak, abban is nagyon sok hibás tudás volt. Miért mondom, hogy abban is hibás tudás volt? Most nézzük meg a szélsőségeket. Mindenki mindig azt mondja, hogy szélsőséges vagyok. Ez igaz. Ez igaz. Szélsőséges hülyék között én egy szélsőségesen nem hülye vagyok. Én azt látom egyelőre. Na most nézzük meg, hogy hogy nézett ki ez a mondjuk egy gyűjtögető népnél, ugye, akiket leprimitívezünk, stb. Na most ezek a primitív népekről annyit kell tudni, hogy ezek ilyen napi másfél-két órát dolgoztak. Napi másfél-két órát. És a többit mire fordították? Hát játszottak, elmélkedtek a világról, közösségeket alkottak, énekeltek, táncoltak, jól érezték magukat, éltek, ezt úgy lehet röviden összefoglalni. És napi másfél-két óra alatt az ivóvízüket, az élelmiszerüket, a hajlékukat, stb. És bárhol a világon, a Kalahári sivatag az a leglehetetlenebb élője a világon, és ott is meg tudták ezt csinálni. És mi meg nem tudjuk 10 órák alatt megcsinálni ugyanezt. Nem tudjuk megteremteni. Mert ne csak az effektív munkát számoljuk, tehát a munkahelyi munkát. Hát az, hogy otthon főzni kell, vasalni kell, a toalettkacsával kízélni a WC peremét, a mit tudom én mit, ez se szórakozás. Tehát valamit nagyon rosszul csinálunk. És ugye a kedvenc példám az az, hogy ha van valami, ami egyszerűen megoldható, tehát például budit vegyük, mert ahogy Pap Gábor mondta, mindig a szarból indulok ki, akkor legyen a budi. Tehát az a falusi csillagvizsgáló, ennek az volt az előnye, hogy visszajuttatta oda a táplálékot, ahonnan elvettük. Tehát ez egy körfolyamatnak a része volt, és ebben a körfolyamatban az volt a lényeg, hogy a föld anya, ami egy élőlény. Tehát ezt minden természeti nép tudja, és így tiszteli a földet. Egyedül mi vagyunk a hektárokkal, meg a vegyszerekkel, meg a össze-vissza hasítom, belemarok autópályákat, bármit csináltunk. Nem, büntetlenül semmit nem lehet megcsinálni a Földön. Na most úgy képzeljétek el, hogy a Föld az onnan tudta, hogy a teremtményével, a kis sejtjével mi van, hogy a paraszt az odaszart a Földjére, odapisilt, odaköpött, stb. Ugye? Na most ezzel megkapta az információt a Föld, és elkezdte előkészíteni azokat a növényeket, gyógynövényeket, vagy a növényeknek az összetevőjét változtatta úgy meg, hogy elkezdjen táplálni engem. Tehát ez a Földnek az immunrendszere. A Földnek az immunrendszere, még én nem is tudom, hogy bajom van, ő már helyreállította. Na most így működik az anya, az anyaság intézménye, a Földanya is. Kötelességet táplálni a teremtményét. Egész addig, amíg a teremtménye hagyja ezt, és nem tolja el a kezét. És mi eltoltuk a kezét. Na most ezt én úgy hívom, hogy probléma, amit ma csinálunk, hogy probléma fenntartó, probléma megoldás. Tehát most csináltunk egy ilyen gyönyörű fajanszizét, persze ezt már nem lehet kirakni a kertben, ennek egy külön épületrészt kell építeni. Tehát sok-sok pénzért csinálok egy külön helyiséget, sose felejtem, egyszer megkérdeztem egy öreg székelyt, az már alig tudott járni, hogy hát bátyám, hát miért olyan messze van az a budi, hát miért nem hozza be a izébe? Azt mondja, fiam, csak nem gondolod, hogy behozom a szaromat a házba. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy mi ebben a logikus?
Mi ebben logikus, hogy mi odaszarunk. Na mindegy, ami a lényeg, hogy ezt piszok hosszú vezetékrendszereken keresztül valahova elvezetjük. Ezek óriási pénzek, ezek milliárdok. Milliárdokat temetünk a föld alá. Ott csinálunk egy olyat, amit szennyvíz tisztításnak hívnak, de majd egyszer beszélgessetek el egy ilyen emberre, aki ilyennel foglalkozik. Ott a szarkeverés megy, hogy egész konkrét legyek. Tényleg azt csinálják, hogy ezt a szennyvizet megpróbálják utólag levegőhöz juttatni, miután ott hetekig rohadt meg hónapokig a csatornába, meg 100 kilométereket zizegett ott leföl. Érted? És ehelyett ugye, igen, na most ez tönkre megy ez az anyag, ami pedig a következő élőlényt kéne táplálja. Tehát van egy csodálatos rendszer a természetben, az emberi tápcsatorna az tulajdonképpen úgy működik, hogy bekerül a szernek egy része beépül a szárba, tehát magába az emberi szervezetbe, és ami meg nem épül be, abból lesz a szar. Ami viszont a következő élőlénynek a szere. És megint beépül, így működik, ez az együttműködés a természetbe, a teremtésbe. Na most, ha te elpusztítod a szarodat, ez az élőlény, akinek a szere lehetne, ez éhezni fog. És több milliárd élőlényt fosztottál meg az élelmiszertől, és pusztítottál el, mondjuk, ami a saját székletedben van. És képzeljétek el, olyan a állatoknak a szara, hogy elő van készítve, elő van emésztve, stb. Rendesen a következő élőlénynek. Tehát ez nem véletlen. Így vagyunk megkonstruálva, hogy tulajdonképpen lehet, hogy azért vagyunk, hogy a földön, hogy a gilisztáknak legyen mit ennie, vagy mit tudom én. Na, elég az hozzá, hogy a természet azonnal erre a negatív visszacsatolást fogja nyújtani, tehát megjelennek azok a gyógynövények, megjelennek azok a hatóanyagok, tehát majd figyeljétek meg a környezeteket, hogy mi az, ami elszaporodik. Mondjuk a kertetekben, akármilyen zsebkendői kertetek van, akkor is lesz valami olyan növény, ami el fog szaporodni. Az a ti növényetek, az kell lenni. Az kell lenni, nem kell egy külső nagy vuduzás, meg gyógyulás, amíg ez az egészség, ez maga az egészség, amíg ebből az egészségből nem szállsz ki, addig nem lehetsz beteg. Egyszerűen lehetetlen megbetegedned. Szóval, és akkor figyeljetek, ha ezt megépítettük, akkor már jöhetnek a táplálék kiegészítők, jöhetnek az orvosok, jöhetnek a gyógyszergyárak, akkor már minden jöhet. Ez a probléma, fenntartó probléma megoldás. Tehát bizonyos emberek a Földön abból élnek, hogy olyan problémákat, ami előtte nem létezett, ilyen problémáknak mondjuk a szakértői, vagy gondoljatok a katasztrófa védelemre, ugye? Tehát ezek nonsense dolgok, és sajnos mindjárt ezt csináljuk. Én az egyetemen pontosan ezt csináltam. Elhűítettem az embereket, hogy befogadókká váljanak erre a folyamatra. Tegye fel mindenki a mutatóját gyorsan. Tegye fel, látom, van, aki néz Géci videókat, de ez a mutató, ugye a többséggel közlöm, jó? Erre nagyon figyeljetek oda, mert így működik ma a világ. Így működik a világ, hogy van egy tekintély, egy szakértő, kiáll a katedrára és mondja a blödlit. És olyan kurva gyorsan mondja, hogy nincs is időd végig gondolni. Blablabla, nem tudom, figyeljétek a tévének, rádiónak a sebességét. És zuttyog beléd az információ minden szűrő nélkül. Ne nézz tévét, ne hallgass rádiót. Ha élni akarsz, akkor ezeket dob ki a francba, vagy add oda a szomszédodnak, haragosod, ellenségednek, annak se kívánt, tudod, mert minden bumerang visszatér. Na, tehát ha vissza akarsz kapaszkodni ebbe a körfolyamatba, ezt most még a mezőgazdasági technikák előtt el szeretném mondani, nagyon fontos, hogy csináld meg, legalább pár négyzetméteren csináld meg. Nem kell falusi budit csinálni, elég az, hogyha csinálsz egy komposzt WC-t, ami egyszerűen, mit tudom, veszel egy teljes ládát, ráraksz egy ilyen kivágott tüzét, és ebbe raksz az aljára egy, mit tudom, 5 centi szalmát, vagy 10-et, odaszarsz, odapisilsz, és utána leborítod egy fandlinyi faforgáccsal, vagy fűrész, ilyen kaszálékkal, vagy bármivel, ami szerves.
és éppen a kezed ügyébe esik. Tehát ez lehet fűrészpor, lehet faforgács, lehet fűnyesedék, vagy fűnyírás után dolgok, vagy én például ilyen, én leszoktam a hivatalos leveleket, ez egy mágia, meg én csak ledarálom ezzel az irat megsemmisítővel, és akkor a helyére kerül az is. Tehát ez a minden a helyére kerül, és akkor innentől letudtam a problémát. Na, és az a lényeg, hogy ez ennek nincs szaga. Na, figyeljétek meg, hogy nincs szaga. Én először egy ilyen nyári fesztiválon próbáltam ki, mert marhadrága volt a WC, és állandóan WC-re rohangáztunk, és irdatlanul megszedték ez a fesztiválon a WC-re a pénzt, és egyszerűen begurultam, és azt mondtam, hogy nem, és csináltunk egy ilyet egy kartondobozból. Hallottam előtte róla, csak nem próbáltam ki, és működött. Pár marék füvet rászortunk, dögmeleg volt, ilyen hihetetlen meleg, és a kocsiba aszalódott, mert azért az ember nem rakja ki oda maga mellé, és nem volt büdös. Egyszerűen azért, mert van egy cserebomlás, és a nitrogén a szénnel szépen olyan arányban van, hogy pont jó lesz. Úgyhogy ezt kell csinálni, és utána kihordani a veteményesbe, vagy hát ha valaki ilyen finnyás, akkor először komposztálja egy évig. De egyébként, ha mulcsal dolgozol, akkor azonnal be lehet rakni a mulcsba is. Ha megnézitek, akkor ugye régen a parasztok nem fürödtek minden nap, de minden nap lábat mostak. És tulajdonképpen ennyi bőven elég. Bőven elég, meleg vízbe lábat mostak, egyrészt bármi gond volt, tehát azt nem tudom mennyire tudjátok ilyen népi gyógyász trükköket, tehát hogyha megfázol, akkor a normális energia áramlásod megfordul. Tehát normálisan ugye a fejed hideg, a lábad meleg. Amikor megfázol, akkor a végtagod lesz hideg, és a fejed lesz forró. Tehát mi a megoldás, józan paraszti ész? Meleg lábfürdő, persze. Így van. És azonnal visszaáll, és akkor nem kell menni ilyen gyógyszerekért, meg vegyszerekért a patikába, hanem azonnal vissza tud állítani. Ha beleraksz egy marék sót, meg egy kiskanál szódabikarbonát, akkor ez még méregtelenít is, jó? Na, tehát minden nap megmosták a lábukat, és hova öntötték a növényt? Emlékszik még rá valaki? Hova öntötték a? A kertbe, persze. Abba a kertbe, ahol a fűszernövények, a legfrissebben fogyasztott zöldségek, saláták, stb. Voltak. Oda öntötték, így van, nem véletlenül. Mert azonnal megkapta az a növény az információját. Ezek automatizmusok. Csak egyszerűen elhűltünk teljesen. És akkor csinálunk inkább valami probléma, fenntartó probléma megoldást. Hogy minél, és ebből él mindenki. Szóval ez a durva, hogy ebből él mindenki. És akkor vagy úgy, hogy mások számára betartathatlan rendeleteket alkot valami önkormányzatnál, vagy úgy, hogy pedagógus és tönkretesz gyerekeket, vagy úgy, hogy orvos és megöl embereket. Ez abszurdum. Hát le kéne már szokni erről. És magunknak csináljuk a problémát. Tényleg van ez a kalapácsos élvezkedés. Majd kamerán kívül mondom el, de annyi a lényeg, hogy kiteszi a férfi a farkát egy üllőre, veri kalapáccsal, és akkor élvez, amikor elrántja. Ez teljesen ugyanez, amit csinálunk a világban. Teljesen ugyanez. És egy teljesen fölösleges folyamat. Na, akkor egy picit, na, tehát ezt mindenképpen vissza kell állítani, ez az alap. Két alapja van, egyrészt víz. Nagyon fontos lenne a víz. A vízben van a legtöbb információ. Tehát a víz az magától a teremtőtől jövő információ, ha ugye olyan alkalmas vizet iszunk. Tehát nem tudom, megfigyeltétek-e már az állatokat, amíg van pocsolya, addig nem hajlandók mást inni. Ez egy nagyon fontos tudás, mert ez azt jelenti, hogy az a legtisztább víz a természetben. Tehát föl kell fogni az esővizet, és ezt el lehet tárolni nagyon egyszerűen. Egyszerűen az eresz alá, tehát általában azért négy eresze van egy háznak, és akkor odaraksz alá ilyen kimosott köbös tartályokat, ilyen IBC tartályt, biztos láttatok már ilyen egy köbméteres tartályt. Ez a föld alatt kell, hogy legyen, tehát barlangi körülményeket csinálsz. Tehát a természet, mindig meg kell nézni, hogy a természet hogy old valamit meg. A természet, a vizet, az barlangokba tárolja el. Mi a barlang lényege? Sötét van, ugye nincs algaképződés, állandó hőmérséklet van, tehát nincsenek ilyen hőkülönbségből adódó vegyi folyamatok, és mészkő van. Tehát ha egy ilyen köbös tartály beásol, mit tudja, 60 centire a föld alá, meg egy kis mészkő zuzalékot raksz belőle, akkor az idők végeztéig el tud rakni a legjobb minőségű vizet, amit létezik.
És annyit kell csinálni, ezt megint csak a természet csinálja, amikor ugye újra előkerül a barlangból, akkor kiér a napra, ott találkozik a napfénnyel, újra információt kap, és találkozik az élővilággal, mert ott valami pázsiton végigfolyik. Tehát azt kell csinálni egy üveg kancsóba. Tehát van egy ilyen kis kutyogató. Egyébként pont itt láttam Délvidéken először, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Ez egy ilyen filléres vacak, PVC csőből tákolják össze, és van egy ilyen húzó rajta. És akkor 2-3 húzásra ki lehet húzni egy vödör vizet, tehát még csak áram se kell hozzá, és utána kirakod a kancsóba egy 10 perc a napra, és beleraksz valami zöld, mit tudom, citromfüvet, vagy mentát, vagy amihez gusztusod van, letéped a kertből, beledobod, és megtörténik a csoda, éltető vized lesz, éltető vized. És nem véletlen, hogy gondoljátok, hogy 70-80%-a a szervezetnek víz. Tulajdonképpen az egész élelmiszer bevitel azért kell, hogy a vizet vidd be. Különböző szerkezeti formákban. Tehát nagyon oda kell figyelni a vízre, igyatok sok vizet, ez az első, és a másik, ezt a körfolyamatot csináld meg, ezt muszáj megcsinálni. És innen a kertből csipeges bármit, nem kell tudni, hogy ehető, nem ehető, figyelj, úgyis kiköpöd, ha nem ehető. Tehát az vagy keserű, vagy mit tudja, érzed, hogy nem jó. Hát, olyanokkal riogatnak tényleg, hogy elképesztő. Hát hallottatok már állatot belehalni gombamérgezésbe, vagy mit tudom én miben? Hát az állatnak megvan ez az ösztöne, neked is megvan, csak te lefolytod. Tehát mindent, az Anasztázia könyvek, arról még külön beszélni akarok, az Anasztázia könyvekben az van, hogy úgy táplálkozza, hogy lélegzel. Tehát ösztönből, tehát az a Jánka, ez végig sétál reggel a kertjén, és mindent megkóstol, a rügyet, a virágot, a szárat, amihez kedve van. És így kéne csináljuk. És a kertedben nem ehetsz akármilyen Big Mac-et, tolhatsz ott a McDonald's-ba, az a lényeg, hogy jussál hozzá élőz. Élő minőségi ételhez. Majd a szervezeted úgyis ki fogja rakni, ami nem beléd való. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Na akkor még egyet. Ugye itt elkezdtem, hogy már régen is tele voltunk hibás tudásokkal. Hát gondoljátok el, hogy ugye másfél óra helyett ma 15 órát dolgozunk. Most ez minek köszönhető? Annak köszönhető, ez például a parasságnál úgy nézett ki, hogy amíg önellátás volt, addig tényleg viszonylag kevés munkával megkapott mindent a paraszt. Amikor elindult ez a egyrészt a verseny, tehát kinek van nagyobb háza, kinek van cicomája, én nem tudom, voltatok Kalotaszegen, Erdélyben voltatok? Hát nem tudom, hogy láttatok-e ott egy tiszta szobát, oda nem lehet bemenni. Gondoljátok el, hogy van egy ágy, és egész a mennyezetig ilyen hímzett bilimbaszokkal van tele, amit soha az életben nem használnak, ez van. Ez csak a farok méregetés, hogy nekem több bilimbaszom van, mint a szomszédomnak. Érted? Na ezért tényleg reggeltől estig kell dolgozni. Hogy megvedd a mit tudom én mit a Kalmártól. Most nehogy azt higgyétek, hogy ma nem ez megy. Hát a paraszt már nem magára termel, a nagyobb John Deere-re, ugye? Hogy nehogy már a szomszédomnál kisebb traktorom legyen, meg mit tudom én, váltva forgó ekém, hát az övé az 20 tagú, az enyém legyen 40 tagú. Tehát ezek nem a valódi értékekre megyünk rá. És az a baj, hogy a parasság elég régóta beleállt ebbe. És például a kapás növények. Kapás növények egy akkora öngól volt. Tehát az a krumpli, a kukorica, stb. Ezekkel az a baj, valami hihetetlen sok munka kellett hozzá mindig. És egy normális paraszti kultúra az soha nem volt monoton. Tehát az nem így volt, mint a végén, hogy gondoljátok el, hogy a végén a parasztok küldték városra a gyerekeiket, hogy figyeljetek, menjetek, mert itt már nem lehet élni. Itt nem lehet megélni, és akkor menjél el ügyvédnek a városra. Azért, mert tényleg az volt már a végén, hogy beálltak reggel egy sor kukoricába, azt este kiálltak belőle, és mint a gép kapáltak. Na most ez volt az öngól. Most ezeket kell majd kihagyni ebből az újfajta mezőgazdaságból, amiről majd fogok beszélni. Na akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi a jó a Földnek, mi a jó az életnek. Nagyon egyszerűen össze lehet szedni. Egyébként az a röve, hogy minél többet megismerünk, tehát azért Magyarországon most már vannak ilyen közösségek, akik ezeket kutatják, például a gyümölcsész kalákák vannak, meg gyümölcsész társaságok,
és kezdik elővenni ezeket, hogy igen, itt ilyen gyümölcsények voltak, olyan gyümölcsészetek, amiben volt gyümölcs, volt tűzifa, volt épületfa, volt zöldség, volt minden. Ez a all in one. Na, tehát az az érdekes, hogy minél inkább visszalátunk az időbe, egyre inkább ezek az alapelvek, amit most elmondok, erre épül az egész. Tehát az első alapelv az a biotömeg. A biotömeg az arról szól, hogy egy adott földterületen minél több, minél nagyobb térfogatú, vagy súlyú, vagy tök mindegy, minek mondom, élőlény legyen. Értitek? Tehát ne az legyen, hogy van egy szép zöld gyep, ennyi. Hanem ott legyen erdő, ott legyen aljnövényzet, ott legyen minden. Tehát nyilván, hogy a legnagyobb biotömeg, ami létrehozható a Kárpát-medencei viszonylatban, az az erdő. És érdekes volt, a Kárpát-medence valaha erdővel volt tele. A sztepét már az ember csinálta a nagy állattartásra. Ezt ma már több oldalról bebizonyították. Tehát a Kárpát-medence normális növényzet az erdő. Ezt kéne kihasználni. Tehát a biotömeg az, hogy ne az legyen, hogy mit tudom, 3 hónapig ekkora búza van, ugye? Ez a kinemesített, mit tudom, hogy minél kevesebb szára legyen, ugye? Meg baj vele. Ekkora búza van, gondoljátok el azt a biotömeget mondjuk egy erdő helyett. És ez csak 3 hónapig van, vagy 2 hónapig. Nulla, semmi. Tehát biotömeg az azt jelenti, hogy lehetőleg minél tovább legyen a talaj fedve, és minél nagyobb tömege legyen annak, amit előállítok. Minél több életnek adjak lehetőséget. A második a biodiverzitásnak elkeresztelt valami, amit inkább sokszínűségnek hívnék, hogy minél többféle élet legyen azon. Mert gondoljátok, a monokultúrában mi a baj, hogy csak egymás elől tudják a versenyezve ellopni a növények a táplálékot. Hát ezért csodálkoznak, hogy a kamilla nem hat. Hát hogy hatna, amikor 100 hektáron ültetik? Hogy hatna? Mi honnan szedni össze a hatóanyagát? Nem lehet monokultúrát csinálni, és a gabonánál látszik a legjobban meg az, hogy mindenki lisztérzékeny. Nem lehet. Tehát a biodiverzitásnak még egy előnye van, hogy a természet ezt szereti. Tehát mindenki hallott már 3 nővérről, ugye? Ez a kukorica, bab, tök. Ezt hívták úgy régen a paraszti kultúrában, hogy 3 nővér. Na most gondoljátok el, hogyha ezeket egybeültetitek, ez egy egymás segítő rendszert fog alkotni, és annyit tudsz lehozni 1 hektárról, mintha külön ültettél volna 1 hektár kukoricát, 1 hektár babot, 1 hektár tököt. És ezt egybe lehozod 1 hektárról. És tele van ilyenne a természet. És régen, tehát azért vannak nyomai a paraszti kultúrában, és gondold, amikor mondjuk a zabot, meg a bükkönyt, vagy a lucernát, vagy bármit együtt ültetsz. És ugye lemegy az egyik, azonnal följön a másik, és nincs takaratlan föld. Tehát a biodiverzitás is egy csodálatos. A harmadik az a szukceszió. Szukceszió az, hogy mindenütt van egy csúcsrendszere egy adott területnek. Tehát, hogy mi az, amit ő legmagasabb szintű biológiai rendszert létre tud hozni, és erre törekszik. Tehát ez a Kárpát-medencében ezek az erdők voltak, ilyen ligeterdők a legtöbb helyen. Na most ennek a legszebb példája, hogy ezt hogy lehet kihasználni, Dél-Amerikában csinálták azt, hogy a benszülöttek kiirtottak mondjuk egy pár hektárnyi területet, fölégettek. És ugye a szukceszió elkezdi begyógyítani, tulajdonképpen az a folyamat, ami begyógyítja a föld sebeit, a tájnak a sebeit. És elkezdte különböző, tehát ez egy ilyen lépcsőzetesen újraépít mindent. És az indiánok szépen lépcsőzetesen ugyanezeket elkezdték ültetni, ami neki kell, és a szukcessziónak megfelelő. És az lett, hogy pár év alatt ugye újra erdősült a terület, de még az erdőbe is ehető erdőket ültettek, és utána befótozta magát az őserdő, és ment tovább, és égetett egy újabb lyukat. És több ilyen lyuka volt az indiának, az egyiken kukoricát termelt, a másikon mit tudom én mit termelt, és kihasználta a szukcessziót. Na most ezt úgy lehet kihasználni, hogyha erdőt ültetünk, az erdőt minden körülmények között támogatja a Kárpát-medence. És a negyedik
az pedig a takarás. Tehát a takarás az a következő. Úgy képzeljétek el, hogy ilyen nincs a természetben, hogy fedetlen talaj. Ott valami gáz van, ott megcsúszott egy hegyoldal, az is csak hónapokig van úgy, mert azonnal begyomosodik. Ilyen nincs, amit az ember csinál, hogy állandóan lekaparom a földajának a bőrét, és amikor elkezd varrasodni, ugye jönnek a gyomok, akkor azt gyorsan levegyszerezem. Nem szereti a takarás nélküli dolgokat a természet. Miért nem szereti? Azért, mert hogyha nincs rajta élet, akkor ott hihetetlenül szélsőséges lesz minden. Gondold el, hogy rásüt egy ilyen fekete földre, hát most Magyarországon az újabb EU-s őrület van, ez a zöldítés. Ez úgy néz ki, hogy a földnek az egyik felét nem vetik be, hagyják úgy feketén. Ez a zöldítés. És ebben az a baj, hogy gondoljátok el, az a fekete föld mennyi hőt szív be, mennyi hőt nyel el. Tehát 50 fokos felszíne van, hát semmi élet nem marad meg. És ráadásul, ami nagyon durva, hogy úgy néz ki minden talaj, hogy ugye van valamilyen alap, kőzet, vagy homok, vagy agyag, vagy bármi, és akkor egy felső pár tíz centit birtokba vesz az élet. Itt olyan élőlények laknak, aminek kell az oxigén, tehát ha nem kap oxigént, akkor elpusztul. És nézzétek meg, hát az élőlények, az állatok azt biztosítják is, tehát itt van a vakonnak a járata, itt a pocoknak a járata, itt a giliszták járata, stb. Tehát egy hihetetlen szellőző rendszer van ebbe a talajba. Mert itt kell az oxigén. Az alatta levő résznek nem kell az oxigén, ott nem oxidációs folyamatok vannak, hanem egyéb kémiai folyamatok, de itt is van élet. Itt is van élet, és itt bontja el az alapkőzetet, hogy majd följuttassa ide. Na most gond, és ennek nem kell oxigén, sőt, ha oxigént kap, akkor elégnek ezek az élőlények. Na most gondold el, hogy amikor az ember szánt, akkor minden évben tönkreteszi az életet a talajba. Mindent. Lenulláz. Ami alul volt, az följön is elég, ami fölül volt, az lemegy és megfullad. És büszke rá, hogy milyen szép fekete a földem. Egy darabig. Utána olyan szépen ki fog fehéredni, mint a hó. Ugyanis minden évben kiégetett belőle a humuszt, eltüntetett az életet, és ugye mondják a globális felmelegedésről, hogy hát az a kipufogó gázoktól, meg a izétől, a túrós batyút, a mezőgazdaságtól. Ettől az töménytelen mennyiségű elégetett széntől, amit kijuttatunk a légkörbe. Ez mind elég. Az a talaj ég el, az a felhalmozott szénkészlet, amit több ezer év alatt halmozott föl a talaj. Vagy mint itt, tehát a Kárpát-medence legjobb földjeitekkel, vagy földjein ültök egy darabig még. Mert ez se korlátlan. Tehát nagyon oda kéne figyelni, hogy ne használjunk szántást a mezőgazdaságban. Na most erre csak egy bizonyítékot szeretnék mondani, hogy ez mennyire így van, hogy a széndioxid kibocsátás az a mezőgazdaságból jön. Amerikában csináltak egy olyan hőtérképet, hogy a globális felmelegedés Amerika különböző területeit hogy érinti, az Észak-Amerika. És ugye hát nyilván kaptak egy ilyen piros foltokból álló rendszert, hogy minél melegebb, annál pirosabb, és volt egy-két kék folt. Tehát ott nem, hogy melegszik, hanem csökken a hőmérséklet folyamatosan. És utána néztek, hogy ez miért van. Na most ezek voltak azok a területek, ahol nem bolygatják a talajt, nem szántják a talajt, olyan mezőgazdasági módszereket használnak, ami talajosít. Ugyanis amikor talajosítasz, akkor szént építesz be a talajba. És élő lények. Most gondoljátok el, ezt a rendszert minden, és ez még csak az egyik része, amit mondtam az állatokról, ennél van egy sokkal fontosabb valami. Hányan láttátok az Avatart? Avatar című filmet. Ott emlékeztek rá, hogy ugye ez a tudós nő, ez megvizsgálta, hogy a gomba fonalakon keresztül ugye minden kapcsolatban van minden az erdőben. Most gondoljátok el, hogy ez igaz. Ez tényleg így működik. Tehát a gombának az a feladata, hogy az állatokat és a növényeket összeköti. És tényleg egy ilyen hihetetlen internet. Tehát ezt most már nagyon sokan kimérték, hogy például egy növénynek valamilyen táplálékra szüksége van, azt jelzi, ilyen kémiai ingerekkel jelzi a vele együtt élő gombáknak, ezeket mikorizának hívják, és ezek percek alatt begyűjtik, akármi kell neki.
Tehát egy hihetetlen rendszer. Na most gondoljátok el, mikor szántunk, ezt tesszük tönkre. Évről évre. Úgyhogy az új mezőgazdasági technikákat ennek a függvényébe kell megalkotni. Én mondok egyet, az az igazság, mi elkezdtük, de nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek. Tehát annyit kell tudni, hogy nekem 6 aranykoronás területeim vannak. Hát itt, ahogy így nézem, a minimum 60 körül van. Tehát nagyon jó földjeitek vannak, és nagyon meg kéne becsülni. Mert ugye tudjátok, hogy nem a szüleitektől kaptátok, hanem a gyerekeitektől kölcsönöztétek ezeket a földeket. Úgyhogy így kéne vele bánni. Na, elég az hozzá, hogy én egy ilyen homoksivatag közepén ülök, ugye úgy is becézik Magfalvát, hogy mi vagyunk a bucka lakók, és én egy olyan módszert szeretnék megalkotni, amit Brazíliában láttam, és majd tartunk egy kis szünetet, utána még valakinek van kedve, megnézzük, és a kérdések jönnek. Tehát ami a lényege, próbáljuk meg összetolni az egészet. Tehát kell az erdő a szukceszió miatt, kell az erdő a biotömeg miatt, csináljunk erdőt, jó? Mondjuk csináljunk, mit tudom én, 20 méteres, 10 méteres közöket és erdősávokat, jó? Na, akkor csináljunk egy olyat, hogy mulcsba tegyük az erdőt. Tehát nálam nagyon kevés csapadék van, és minden kiszáradta, nem öntözünk. Viszont vízünk nincs, tehát 100 méter alatt van a vízadó réteg, úgyhogy nincs víz. Mi a megoldás? Mulcsolni kell mindent. Tehát ezt azt jelenti, hogy az itatós az hogy működik? Úgy működik, hogyha egyre lazább szerkezetű valami van egymáson, az felszívja a kapilláris jelenség miatt a vizet. Tehát magyarul, ha itt a talajt, legyen ez akármilyen tömör, a felső réteget egy kicsit megpiszkálod, hogy nagyobb legyen a felülete mondjuk egy rotakapával, vagy fölkapálod, vagy bármi, és utána szalmával befeded, akkor kapsz egy olyan itatóst, ami fölfele fogja húzni a vizet. Tehát ez a réteg, ez mindig még a legszélsőségesebb időjárásban is nedves lesz alatta. Miért fontos még? Gondold el, hogyha ez eléri a, mit tudom én, 40-50 centit, akkor alatta soha nem fog megfagyni a talaj. Miért fontos? Azért, mert meghosszabbítod az időszakot, az életnek az időszakát, egész télen le fogja hordani a giliszta a trágyádat. Tehát ezt gondold el, ezt a Gyulai Iván, nagyon fontos a munkája, a Miskolci Ökológiai Intézetnek az igazgatója, van egy olyan módszere, hogy úgy hívják, hogy mély mulcs. Kiskertekben gyönyörűen működik. Ezzel a módszere egyetlen gond van, hogy nagyon nagy anyagbevitel van az elején. Tehát ott tényleg kell vegyél egy pár szalma, milyen körbálát mondjuk a kertbe, és lemulcsolni vele egy 10x10-es területet, stb. De majd nézzetek utána. Na most, én azért mentem ki ez az Ernesto nevezetű úriemberhez, ez egy svájci genetikus, Ernst Götz, mert ő úgy csinált ezt az egészet, hogy csak helyi forrásokat használt, tehát semmi bevitelt nem használt, megtalálta azokat a fákat, amik ilyen körülmények közt is megélnek. Na most ezek a fák, ezek általában jövevényfák, tehát amiket nagyon utálunk, az akáca, bálmányfa, stb. De azért jövevény, ez olyan, mint a migráns. Tehát ha a magyar nő nem hajlandó teleszülni a Kárpát-medencét, akkor majd jön a migráns, az teleszüli. Nincs gond. Természet nem ismeri a vákumot. Tehát ezek olyan fák, amik nem idevalók. Nem idevalók, de ahonnan jöttek, ott sokkal szélsőségesebbek a körülmények. Tehát itt jobb körülmények közt vannak, tehát például akác, akkor bizonyos nyárfák, stb. Ezeket agyonütni se lehet. Ezekkel érdemes kísérletezgetni. Ugyanis azt csinálja ez az Ernesto, hogy visszametszi ide. Tehát ugye nem szalmával indít, mert nincs szalmája, hanem visszametszi ide, zölden a dolgokat. Na most ez miért érdekes, hogy zölden? Azért, mert a természet, a teremtés az nem hülye. Tehát nem fogja lebontani nitrogénra, foszforra, káliumra, hanem egyszerűen átpumpálja az életet az egyikből a másikba. Ugye az éter teste az egyik növényből a másikba megy.
Ezt ki lehet otthon próbálni, például, hogyha füvet írtok, akkor ne a kukáskocsi vigye el a füvet, hanem azt csináljátok, hogy a kis csemetefák köré rakjátok. És ilyen hajtásokat fog húzni egy-egy ilyen odatevés után. Tehát ezeket próbáljátok ki. És ez szépen el fog korhadni, de közben táplálja másikat. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ő mondjuk azt mondja, hogy nekem 6 méteres akácfák kellenek, fene tudja mire. Akkor ő azt csinálja, hogy hagyja 6 méterig felnőni, de már ezeket az oldalsó ágait már folyamatosan nyesi, és utána, mint egy láncfűrészes gyilkos, nekiáll a tetejének, és azt is lekaszabolja. És mindig 6 méter magasan lekaszabolja. És ide állandóan jön a zöld tömeg. Gondoljátok, egy nyárfának például micsoda zöld tömege van. Tehát magyarul olyan fát kell vessél, vagy olyan fasort, hogy nyárfa, akácfa, stb. És közé már mehetnek azok a facsemeték, ami majd kell neked. Tehát mondjuk rakjál bele barackfát, rakjál bele szilvafát, rakjál bele stb. Értitek? Na most ez az egész erdőt fogja húzni fölfele a szukceszió, ide a sorok közé, ha már elég jó a talajod, akkor ültetetsz mindenféle zöldséget. Nekem nagyon rossz, úgyhogy ide pillangós keverék van ültetve, és innen oda fűkaszáljuk a füvet. Tehát, hogy minél gyorsabban nőjön az a fasor. Mi lesz a fasor lényege? Ezeket a fasorokat észak-déli irányba kell ültetni, ez nagyon fontos. Ugyanis akkor, hogyha egy 20 méteres sávot csinálsz, az nem fogja a közepét kiárnyékolni, és középre mit ültethetsz? Például olyan búzát, ami minőségi búza lesz. De ezt nem 30 forintért fogják megvenni, hanem 300-ért. Csak olyan tönkölyt, alakort, stb. És ha kell, figyelj, a 30 forint helyett, ha 300-at adnak egy kiló búzáért, akkor inkább kézzel lekaszálom, nem? Egyébként ezt is lehet gépesíteni, csak nem agyamenten. Akkor úgy kell tervezni a dolgokat, hogy amilyen kombájnod van, olyan méretre csináld a sorokat. De csináld, hagyd ki egy métert, hogy ne menj neki még részegen se a fáknak, azt meg kell csinálni. Mi még itt a fontos? Tehát gondold el, hogy ez, ugye ha ide pillangóst ültetsz, akkor gyakorlatilag állandóan ide rákaszálod a sok nitrogént, tehát gyakorlatilag azt csinálod, hogy az életet összekoncentrálod ezekbe a sorokba. És ide bármit bele lehet ültetni ebbe a mulcsba. Paprika, paradicsom, stb. Tehát csinálsz egy úgynevezett ehető erdőt. És csak azért mondom, hogy így csináld sávosan, mert ezt lehet gépesíteni. De valami ilyesmi volt a gyümölcsény. Így hívták, hogy gyümölcsények. Úgy nézett ki, tehát az erdő, az természetes alakja az olyan, hogy lencse alakot vesz föl. Tehát részben, hogy védje magát a széltől, védje magát a kiszáradástól, és ez egy páracsapdaként működik. Tehát ez úgy néz ki, hogy itt vannak középen a legmagasabb fák, itt alacsonyabbak, itt már bokrok, cserjék, magas fű. És egy ilyen erdőbe bemész, tehát aminek nincs széle, tehát nem ilyen tarvágást, azt itt a széle, bemész egy ilyen erdőbe, tökéletes csönd van, tökéletes szélcsönd van. Hihetetlen. Nagyon kevés ilyen maradt. Na most a gyümölcsök, azok mindig itt a szélét foglalták el, ráadásul a déli szélét a dolgoknak, a gyümölcsfák. Igen ám, alatta ott volt a málna, alatta ott voltak azok a cserjék, amiket megint csak használunk a kertbe, csak össze kell ezt a rendszert rakni. Itt középen mi lesz? Hát itt lesz a tűzifád. Meg itt lesz az épületfád. Tehát ezt a rendszert is meg lehet újra csinálni, attól függ, hogy kinek mekkora területe van. Tehát egy kis kertbe, még egy kis kertbe is meg tudod csinálni ezt a rendszert. És ez ráadásul úgy működik, tehát ezt felejtsd el, hogy a verseny van a természetben, meg elszívja a tápanyagot, meg olyan blödliket mondanak az emberek, hogy félelmetes. Most például az Iván az azt csinálja, hogy ugye a gyümölcsfáknál mindig szépen megtisztítják az emberek, tehát mondjuk marad ez a három ág térre, és akkor szerencsétlen újra nő. Most az Iván hagyja ezeket a valamiket, ezeket az oldalhajtásokat, ezeket meghagyja tavasszal.
És azért hagyja meg, mert bármilyen kártevő jön, annak föl kell mászni. Nem lesz olyan hülye, hogy idáig fölmászol. Itt fogja, azt itt elmazsolázgat magának. Tehát véded vele a növényt. Hát ez egy csomó tápanyagot szív el. Hát hogy szívna el, amikor ő is fotoszintetizál? Tehát ezek azok a hibás tudások, amik miatt ennyit kell dolgozni. Tehát ezek tök egyszerű kis kerti módszerek, és remek jó működnek. Tehát ezekben a sávokban mindent lehet ültetni. Tehát itt is ugye ezt megcsináltad kicsibe. És majd erről fogom ezt a brazil példát megmutatni. És akkor talán a legfontosabb a földelés. Tehát az biztos érzitek, hogy nagyon nagy változások vannak a világban. És mindenkinek nyílik ki az antennája, és egy csomó ember ebbe belehűl, vagy egyszer elpatkol. Fiatalok. Ha azt akarjátok, hogy stabilak maradjatok, földeljétek le magatokat. Földeljétek le. Egy rádió is akkor működik jó, hogyha megvan az antennája, megvan a földelés. Nem tudod kiválogatni a zajból a jelet, ha nincs meg a földelés. Tehát legyetek napi kapcsolatban a földdel. De nem úgy, hogy az ötkölsz egy légkondicionált traktorban, hanem az, hogy letérdelsz a földre. Az, hogy kezedbe fogod azt a palántát, azt a kisfát, elrakod. Na most, ha újra vissza akarunk térni a földhöz, én a legjobbnak az Anasztázia könyveket tartom. Tehát ő azt mondja, és azt tudom, hogy most meredek egy olyan embernek, aki mondjuk van egy 20-30-50 hektáros gazdasága. De azért hadd mondjam, aztán majd elgondolkodik rajta. Tehát ő azt mondja, hogy minden probléma megoldódna a világban. A környezetszennyezés, az élősködés, a betegségek. Hogyha az emberiségnek egy jelentős része, az kiszállna ebből a mókuskerékből, és egy hektáros, önellátó, családi gazdaságokat csinálna. És itt minden szónak jelentősége van. Az egy hektárnak az a jelentősége, hogy abból bármilyen talajon, még a sivatagban is meg tudsz élni. Megélni, te és a családod. Nem John Deere-t venni, és ez a jó benne. Tehát ahhoz nem elég, hogy ráhízzál, hogy termény, Weissmanfried terménydarálót vegyél, meg John Deere-t, meg egyébet, mert nem kell, azt még kézzel kényelmesen feldolgozott. És egy hektárról az az érdekes, hogy lejön annyi tűzifa, hogy ne kelljen fázzá, hát nyilván nem 300 négyzetméteres házakba, de egy észszerű gazdaságot el lehet ebből látni, ha nincs nagy állat. Na most megint itt egy érdekes probléma van, mire kell a nagy állat? De régen ugye vonóerők miatt, stb. Tehát az ember helyett dolgozott, amikor elkezdődött a gépesítés. De ma már nem kell nagy állat. Nézd meg, a tej az egyik legegészségtelenebb táplálék. Tej, tejtermékek. Vonóerőre már nincs szükség, lovagolni nincs szükség. Tehát ezt azért mondom, mert hogyha egy hektár van, azon egy kis, tehát majorságot, nyulat, libát, stb. Kényelmesen eltartasz. De ilyen nagy állatra egyre kevesebb szükség lesz. És majd nézzétek meg, észre fogjátok magatokon venni, hogy egyre kevesebb húst tesztek. Én teljesen megdöbbentem ezen. Hát én szabolcsi, vagyis hát szatmári születésű vagyok, ott a húst is hússal leszik. És amikor észrevettem magam, hogy egyre kevesebb húst teszek, akkor először azt hittem, hogy beteg vagyok, és nem kívánom, de nem, egyszerűen változik a világ. És ha ezt a változást valahogy nyertesként túl akarjuk élni, mert túl lehet élni úgy is, hogy ez a éptesbe épp, hogy élek, de túl lehet úgy is, hogy nyerjünk vele. Hogy üljünk rá erre a hullámra, ami most van a világban. Ehhez kell a föld. Ehhez kell a föld. Na, tehát az egy hektár ezért van, mert megélni meg tudsz belőle, de nem tudsz rá fejlődni, nem tudsz gépesíteni, stb. Önellátó. Miért fontos? Azért, mert aki mindent maga ura, mindent meg tud teremteni, azt nem lehet félelembe tartani. Azt nem lehet rángatni, most erre szavaz, most arra szavaz, most ezt csináld, most azt csináld, elveszem a nyugdíjat, elveszem, amit tudom. Nem lehet. Tehát az semmi olyat nem csinál meg, amit nincs kedve megcsinálni, vagy nem viszi rá a lelke. Családi. Miért fontos? Azért fontos, mert a legfontosabbak ebben az életben a családi kapcsolatok. Ezért vagyunk itt.
Tehát az a szellemcsoport, akihez legszorosabban tartozom, az leszületett anyámként, apámként, anyósomként, gyerekemként, stb. Ezt nem lehet kikerülni. Tehát ez nekem nagyon tetszik ez a spirézé, hogy ez nekem már az utolsó reinkarnációm, tudod, meg már Jézussal beszélek, meg Buddhával, csak az anyámmal nem beszélek. Mert az összes többivel igen. Tehát ez nem megy. Tehát ezeket rendbe kell rakni, és ezt úgy a legegyszerűbb rendbe rakni, hogyha közösen teremtünk. És ez olyan csoda volt, én nagyon sokat gondolkoztam a régi paraszti kultúrát. Ott se volt tejfölből a izé, meg kolbászba a kerítés, de, és ott is nagyon ritkán volt az, hogy megengedhette egy fiatal, vagy két fiatal, hogy szerelemből menjenek egymást. Láttam a földet, a földdel összetolták, azt menjetek, tolták, azt menjetek Isten hírivel. És gondoljátok el, hogy így kerültek össze tök ismeretlenül azok a fiatalok, és leéltek úgy egy életet, hogy a végén meghalt az egyik, és ment egy hónapon belül utána a másik. Már annyira megszokták, és megszerették egymást a közös teremtéssel. Tehát nagyon fontos a közös teremtés. Ez az, amit ma nem tudunk csinálni. A férfi az egyik gyárba dolgozik, a nő a másik gyárba dolgozik, a harmadikat pedig vagy a gyerekeket meg oda lökik az államnak. Közös teremtés. Én elég csóró vagyok, de ugye a 6 éves a legnagyobb fiam, pontosabban az 5-ből a középső széria, az 6 éves, és most lett iskola köteles. És én elviszem Balatonfelvidékre, mert ott van egy olyan iskola, ahol egy hónapban összesen 5 napot kell járnia. És a többit ott van velem a tanyán. És fúr, farag, barkácsol, állatokat etet. Részt vesz a téli sportokban, tehát amikor kitörnek a disznók, akkor jön velem dagonyázni, szóval. És 6 éves gyerek. És már több gyógynövényt tud, mint a népi gyógyász hallgatóim. Hihetetlen. Tehát, és megcsinálom azt, hogy elviszem oda, szállás, kaja, stb. Mert megpróbálom neki azt az életet megadni, amit mi nem kaphattunk meg. És amiben belerokkantunk azért mindjárt. Ha belegondoltuk, az egész életünk arról szól, hogy a gyerekkori sérüléseinket tódozgatjuk. Mondja bátran, aki nem így érzi, de tudom, amit tudok. Na, tehát családi. Nagyon fontos, hogy ez a család együtt teremtsen, és ez a közös teremtés ezeket a családi karmákat is kibogozza és rendezi. Nem tudsz úgy dolgozni mondjuk a fiaddal vagy az apáddal, hogy nem beszélgetsz. Ugye én nem beszélek veled 20 éve. Hát ott próbáld meg egy tanyán. A birtok az megint nagyon fontos. A birtok az azt jelenti, hogy hosszú ideig a család tulajdon, és ennek akkor van jelentősége, ha valaki vissza akar jönni a játszótérre. Hogy gondold el, hogy melyik a könnyebb. Tehát ugye kicseled a bőrkabátot, leadod, meghallgatod a fejmosást, visszajössz, ugye? De hogy jössz vissza? Hát nem egyszerűbb úgy visszajönni, hogy ismersz minden szegletet? Tehát egy olyan kertbe, aminek még te ültetted mondjuk az egyik fáját, és van az Anasztázia könyvekben egy nagyon aranyos példabeszéd, hogy ugye az öregek ott beszélgetnek róla, hogy hát ezt vajon a nagypapi miért ide ültette ezt a fát, vagy a dédpapi, hogy miért oda ültette ezt a most már hatalmas fát, és akkor oda totyog egy ilyen kis kölök, hogy ezt azért odaültettem, és mondja, hogy miért odaültette. Ő visszajött. Tehát erre ad egy lehetőséget, és ez is nagyon fontos a világban. Na, úgyhogy csodálatos új technológiák vannak, nyílik a világ, csak egyet elmondok, hogy miből lehet érezni, hogy nagyon változik a világ. Képzeljétek el, ugye eddig mindenki úgy fűtött, hogy mondjuk van egy kája tűztere, és akkor ide szépen rakott egy mágiát, ugye kulturáltabbak ilyen sátort raknak, stb. És így ellobbantották és elégett. És én egy hihetetlenül lusta ember vagyok, és biztos vagyok benne, hogy az embert a lustasága hozta le a fáról, és minden előmenetelét a lustasága biztosítja. Úgyhogy én a következőt csinálom, itt a tűztér ajtó, ide ilyen bazi nagy fákat, én akkora fát, elég nagy, ekkora izéje van, ilyen ajtaja van hát nem cserépkája, mert téglából építettük, egy hatalmas monstrum,
és ide akkorát berakok a végére, épp hogy be tudom szuszkolni, valamikor már rugdosni kell, és akkor bemegy. Tehát ilyen hatalmas tömbök, ide kisebbeket, vékonyabbakat, még vékonyabbakat, és a végén egyetlen egy ilyen, van nálunk egy ilyen pepó, egy ilyen rózsaszín törhető izé, de akár egy PET palackkal begyújtom. Ugyanis képzeljétek el, hogy egyszer csak bevillant pont egy budin, egyébként az a legnagyobb meditációs hely, és érdemes kihasználni, ezt csak úgy mondom. Tehát bevillant a budin, hogy egy fa az egész életét eltölti állva. Miért égetjük el fekve? És képzeljétek el, én 3 évet üzelek így, körülbelül egy olyan 30-40%-kal kell kevesebb fa, ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az az, hogy nem kell hasogatni. Gondoljátok el, férfiak! Azért és így ekkora fákat én begyömöszölök, ami a száján befér. Na most mi történik? Ugye erre van a húzatirány, ez elkezdi behúzni a tüzet. A tűz az elkezdi kigázosítani a fát, tehát a fának itt fölül a gyűrűin jönnek ki a gázok. Igen ám, de innen jön hozzá a másodlagos levegő a fák közül. Tehát itt van mondjuk a következő, az a következő, tehát itt kapja a másodlagos levegőt, tehát csináltunk egy fagázosítót. És ezért ilyen tökéletes. És a másik, mindenféle kájával az a baj, főleg a kazánokkal az a baj, ugye, hogy ellobban benne azért, vagy a fát nagyon gyorsan el kell égetni, sok oxigénnel, mert akkor jó a hatásfoka. Vagy azt csinálják, hogy lefolyt, de akkor el kell rakni valahova a hőt, ugye? Hirtelen kapsz egy csomó hőt, azt vagy téglába elrakod, cserépkája, vagy puffer tartályba, víztartályba, kazán, stb. Na most gondold el, hogy itt az van, hogy ez akár 8 órát ég. És nincs lefolytva az égés, csak ugye így ég rétegesen, elkezd kívülről égni, és egyre befelé. És a végén ilyen csonkok szoktak állni, és ezek égnek még. Na most... Eddig 2 olyan emberrel találkoztam, aki ugyanígy fűt. Te is ismered ezt? Na de honnan jöttek ezek? Te a szüleitől hallottad? Na de látod? Ezért mondom, akkor most már 4 ilyen emberre, és nyilván egyre több lesz, hogy nyílik a világ. Jönnek le olyan, miért kellett évezredekig szarul elégetni a fát? És ez mindenne így van. Nehogy azt higgyétek, hogy a mezőgazdasággal nem ugyanez lesz. De a legdurvább az orvostudománnyal lesz, amikor majd szembesünk az, hogy te jó Isten, hát halára mérgeztünk embereket, ez volt a gyógyítás valaha. Ez nagyon durva. Hát menjetek el egy ilyen régi orvosi múzeumban, a budai várban van egy, hát az inkvizíciós eszközök semmi ahhoz képest, amit használtak a középkorban az orvosok. És most elborzadva nézzük, hát nehogy azt higgyétek, hogy 50 év múlva nem ez lesz, hogy te jó Isten, ezzel akarták a rákot gyógyítani. Na mindegy, szóval én azt mondom mindenkinek, hogy készüljetek fel a változásra, sőt, akarjátok a változást. Mit veszíthetünk? Most mondjátok meg, mi a francot veszíthetünk? A betegségeinket, a nyomorunkat, a boldogtalanságunkat, mit veszíthetünk? Tehát ennél nem sokkal életünk rosszabbul. Tehát készüljetek fel a jobbra is, akarjátok, és tegyetek is érte, és legyen egy kis kertetek, foglalkozzatok az élettel, és tartozzatok abba a táborba, ami az életet szolgálja, a másik tábor az nem sokára el fog tűnni. Köszönöm a figyelmet, és szünet után folytatjuk, ha még van hozzá kedvetek, és akkor itt a lehetőség elsúnyogni, hogyha valakinek sok volt. És köszönöm, hogy ennyi eljöttetek. 10 perc szünet, jó? Köszönöm. 10 perc szünet, és utána lehet kérdezgetni. Ezt fiatalok csinálták meg több helyen. És mielőtt azt mondanátok, hogy Brazíliában könnyű, hadd mondjam el, hogy ez a sarkkörön túl is működik, és sivatagban is működik. Meg kell találni azokat a növényeket, amik ott is megélnek. És ez egy elég nagy üzem. Gyere, gyere, nyugodtan. És a Vimeon találjátok meg, és egy barátom, aki meghívott végül is, én emiatt mentem ki Brazíliába, hogy ezt nézzem, hogy mit tud ez a rendszer, de tényleg elképesztő. Na most ami lényeg, hogy ha
a talajt bármivel bolygatod, akkor is maximum 5 centit. Tehát látjátok, hogy úgy volt beállítva a tárcsa, hogy 5 centit ment csak. És ezt, azért ezt mutatom, mert ez egy nagy üzem. Tehát vannak sokkal sikeresebb kis gazdaságok, de azért mutatom, hogy nagy üzembe is megy ez a dolog. Tehát akinek van 50-100 hektárja, semmiféle különleges gép nem kell hozzá. Mert meg lehet csinálni ezt a direkt vetést, ennek az a lényege, hogy nem szántasz, belehúzott tulajdonképpen mindig az előző kultúrába a magot. Tehát akár a gyepbe bele lehet húzni. Úgy, hogy belehúzzák az előző kultúrába. Nem kell. Tehát mondjuk télire érdemes valami olajretket, vagy valami olyat, ami felpújítja, meg táplálékba bedúsítja az ízét, az kifagy, és abba belehúzod. Különben, hogy mondjam, hát a búzát azt a szántott bele lehet. Persze, hogy bele lehet. Mi is azt csináljuk. Figyeljétek, nekem semmilyen gépen nincs, én műtrágyaszóróval el szoktam szórni, azt valamit ráhúzok. Általában a parlagfüvet szoktam rákaszálni, még mielőtt meg... Persze. Most gondoljátok el, hogy most már GPS vezérelt szemenkénti vetés van. Mi a szarnak, amikor 30 forint egy kiló búza? Minek? Nézd meg, az már ott a talajosodás. Egyébként ez az Ernesto, ez egy hihetetlen figura. Úgy néz ki, mint valami csöves hajléktalan, és ándan láncfűrésszel jár, de egy csodálatos ember. Csodálatos ember, és elképesztő dolgot csinált az életébe. Tehát ő a saját birtokán ilyen 17 hektárt egy ilyen teljesen reménytelen valamiből csinálta. És ugye a fa az azért kell, mert a fának lemegy 50-60 méter mélyre is a gyökere. Onnan felhúzza a vizet, a következő kultúrának átadja, az följebb húzza. Tehát ezek együttműködő rendszerek. Tehát ha csak annyit változna a szemléletünk, hogy nem egymás ellen vannak. Vizet ültetni kell, ez a kulcs. Ültetni kell. Tehát ezek azok a bizonyos sávok, amiről beszéltünk. Ezek viszonylag fiatalok, majd látni fogtok. És tulajdonképpen az erdőt, ami felnő, az bónuszba kapod, az kitermeli a többi növény. Öntözés nélkül homokos talajon. Egyébként ez a belső része Brazíliának, ez körülbelül olyanak a viszonyai, mint a miénk, egy kicsit még kevesebb a csapadék, tehát ilyen 400 mm körül van. Jó, még talán egy rövidet, ha megtalálom. Tehát olyan mezőgazdaságot, ami nem igényel külső forrást, mert ma gyakorlatilag olajból gyártunk mindent. És nézd meg a talajosodást. És tényleg ez a jövő gazdasága egyébként mindenütt. Pillanat, és akkor még egyet keresek. Az pedig egy ilyen fiatalok csinálnak egy biokertészetet, azt viszont kicsibe lehet megcsinálni. És ugye a biopiacon termelnek. Csak tudnám, hogy... Na, jó. Pillanat. Belenézek egy pillanatra. Elnézést, ez nem az, mert ez nincs lefordítva.
és ezekben a filmekben minden módszert is elmond, tehát módszertani dolgok is vannak benne. Most azt szeretném megtalálni. Teaser. Hát ezt nem hiszem el, ez hiányzik ez az egy film valamiért. Nem tudom, ez valamiért nincs rajta ez a film. Akkor elnézést. Akkor ennyi volt egyelőre. És akkor inkább kérdezzetek, de ha van valami levelező listátok, akkor nagyon szívesen elküldöm, vagy Tibiéknek elküldöm, szétküldi, mert ezeket érdemes megnézni. Na, kérdezzetek, legyetek szívesek. Minek? Úgy érdemes megválasztani, hogy télen se fagyjon le. Tehát például a Gyula Iván az elég durva mulcsot használ, az is szidják, ugye, hogy nagyon sok a külső bevitel, tehát ő ilyen 50-60 centit. De úgy képzeld el, hogy viszont egy ilyen 20x20 méteres kertből mindent leszed, ami egy családnak kell. Tehát ha van, figyeljetek, ilyen rohadt bálákat ingyen el lehet hozni, tehát annak csak szállítási költsége van. És azt ha legöngyölöd, akkor az egy csodára képes. Tehát úgy kell megválasztani, hogy télen ne fagyjon ki alatta a talaj. Éppként mi is azt csináljuk, hogy például a krumplit nem szedjük föl, hanem a mulcsban az tavaszig megvan. Tehát most nézd meg, hát figyelj rám, hát ez megint egy hülye szokás, hogy mindent felszedünk a földből. Miért? Hát ha ott van melletted a föld, meg nem lopja ki a cigány, akkor miért ne? Hát akkor legyen benne, azt annyit húzol föl, amennyi kell. Mert mindig, figyelj, mindig frisset kéne élni. A legnagyobb baj a táplálkozásunkkal van. Tehát ha megnézed az állatot, az állatnak mi kell? Friss víz, erről beszéltünk. Friss takarmány. Na most itt bajok vannak, mert ugye a friss az azt jelenti, hogy minden növénynek van egy életteste, egy éterteste. És például az ilyen leveleknek, salátáknak, virágok, ezek órákon belül elbomlanak. Tehát elvileg se tudsz ma, hiába ökobioenviro, nem jutsz hozzá friss élelmiszerhez. Pont. Tehát nem, olyan hosszú a lánc, még ha leszeded este és elviszed a piacra reggel, egy salátának már kakuk. Tehát legalább ennyit kéne, hogy mindenki ezeket a levél zöldségeket ezt termelje meg magának. És hát ez a baj, hogy nem eszünk friss dolgokat. Úgyhogy, na, és az a lényeg, hogy ha kimész egy kertbe, mindig van valami, ami friss. Tehát ugye az ott a mulcsban, az a krumpli, az a répa, az a valami, az jövőre kiajt újra. Tehát kísérletezgetni kell. Tele vagyunk hibás tudásokkal. Hát az egerek, ez egy érdekes dolog, az első pár évben biztos, hogy a pockok nagyon fel fognak szaporodni, utána megjelennek a kígyók, és hát a siklók, és utána már nincs gond. Tehát ezt meg úgy lehet csinálni, hogy hagysz benne farönköket, hagysz benne köveket, tehát hagysz olyan élettereket, ahol fel tudnak szaporodni a kártevőknek a kártevői. Tehát komplett ökológiai rendszert kell visszaállítani. Parancsolj! Annál úgy mondhatom úgy, hogy ez a csodálatos előadásban a fenntartható fejlődés fogalma, az hogy illik ide be? De mi az, hogy fenntartható fejlődés? Ez a fából vaskarika. De szerinted fejlődünk valamit? Tehát az, hogy mondjuk beleszarunk az ivóvízünkbe, az fejlődés? Érted? Mert körülbelül ennyi a civilizációnk. Hát nézd meg, boldogabbak vagyunk, mint az elődeink? Többet vagyunk a gyerekeinkkel? Többet játszunk? Pont erre vagyok kíváncsi. Nincs ilyen, hogy fenntartható fejlődés. Vissza a jövőbe, ez van. Vissza a jövőbe. Ki kell javítani a múltba, ami rossz volt, és újra teremteni mindent, ami jó volt. Ez a jövő. Higgyétek el, nincs más út. Én elég lusta vagyok, ha találnék egy rövidebb utat, azon járnék. De én is egy taján szopok, és vízem nincs, és villanyom nincs, és semmim nincs, és próbálkozok, mint malac a jégen, ahogy felénk mondják. Tehát és nincs más út, higgyétek el. Ha egészséget akartok, ha békét akartok, békét önmagatokkal, a környezetetekkel, figyeljetek,
a világegyetemnek a legmélyebb összefüggés rendszere ez a forrástörvény. Tehát, hogy az ember, amit kibocsájt, azt visszakapja. Minden teremlény visszatér a forrásához. Szerintetek, ha ennyi kárt csinálunk az élettel kapcsolatban, ha ennyit élősködünk a természetbe, akkor velünk nem történnek károk, meg bennünk nem jelennek meg az élősködők. Érted? Tehát én azt mondom, hogy én nem hiszek ebbe, hogy városokban ezt túl lehet élni, ami most bekövetkezik. És nem azért, mert jön a katasztrófa, meg a, mit tudom, tényleg voltak ilyen előadók, hogy az lesz a jövő kérdése, hogy ebédelek vagy ebéd leszek. Nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy minőségbe kell túlélni. Most nézzétek meg, egy városi már ott tart, hogy semmit nem tud megenni. Semmit, érted? Én most voltam itt a hanyadik ilyen egyetemi, hogy hívják ezt a izért, amikor találkoznak az emberek újra és újra? Találkozó. Nagyszerű. Tehát ez a nem tudom, hanyadik ilyen nem érettségi találkozó, hanem évfolyam találkozó. Na, és akkor képzeljétek el, mentek a körlevelet, hogy ki mit, tehát hogy mit válasszunk, mit tegyünk. És akkor az egyik az liszt érzékel, a másik az te érzékel, a harmadik az mit tudom, milyen érzékel. Mondom, hogy gyerekek, hát akkor sörözzünk. Hát úgy látszik, az egyetlen táplálék, amit mindenki fel tud dolgozni. És ez nem normális. Tehát figyeljetek, ezek nem minőségi táplálékok, és visszanyal a fagylalt. Visszanyal a fagylalt. Egészséges kell enni. Nem kell 100 hektár. 10x10 méter kell, de az minőségi legyen. És figyeljétek, olyan az emberi szervezet, nézzétek meg a pránásokat, nem vesznek táplálékot magukhoz. Meg lehet ezt csinálni. Most nem mondom azt, hogy egy hülye szokás csak az étkezés, mert azért ennél több egy kicsit, de higgyétek el, hogy afele megy az emberiség, hogy egyre kevesebbet fogunk enni. És egyre tisztább dolgokat fogunk enni. Paracelsus mondta, hogy a halál a belegbe lakozik. Teljesen igaza van. Amiatt nézünk így ki, amit megeszünk, és ahogy megesszük, érted? Hogy nincs rajta áldás. Nincs rajta áldás se az élelmiszernek az elő, az élelem az az élet. Se az előállításán nincs áldás, se a fogyasztásán az, hogy rohanunk stresszelve. Figyeljetek, ha bestresszelsz, akkor nem csak az akaratlagosan mozgató izmaid feszülnek meg, hanem minden izmod, ami van a szervezetben. Például az ereknek az izomzata, ami pumpálna. Például a beleidnek az izomzata, nem tudsz emészteni. Nincs perisztaltikád, nincs semmit. Nyugalom kéne. Nyugalom. De hol találsz kinnyugalmat? Tehát vissza kell menni a természethez. Ez a teremtés azért van előttünk, hogy tanítson, hogy gyógyítson minket. Hogy beéljük, belakjuk, hogy mintát adjon. Vissza kell térni ezekhez a mintákhoz, nem azokhoz, amit hülye emberek találtak ki kínjukban. És ezek a hülye emberek is nyilván mi voltunk egy előző életünkben, de hát ezt most már javítani kell. Hát, érted, elmentünk már a falig, látjuk, hogy nincs tovább, akkor forduljunk vissza, és valljunk be magunknak, amit a Gyurcsány testvér már rég bevallott, hogy ezt elkúrtuk. Mert erről van szó, elkúrtuk. Elkúrtuk az életünket. És legalább a gyerekeink életét megkúrjuk el. Szóval ez pont erről fog szólni ez a világ, hogy őket szabadítsuk ki a Matrixból. És ezt mindenki legalább kicsibe csinálja meg. Tehát én nem mondom, nyilván én tényleg szélsőséges vagyok. Tehát ezt meg lehet úgy csinálni, hogy maradsz a munkahelyeden, de próbálsz nem stresszelni, meg nem bevállalni, meg ide nekem az oroszlánt is. Figyeljetek, ha tudod, hogy ez a vonat az úgyis a szakadék felé megy, akkor legalább ne rohangálsz rajta. Ülj le a feneked, az majd lesz valami. De amit meg tudsz csinálni, hogy fölvenni a kapcsolatot a Földdel. Például a mezitláb járkálsz. Azt nem tudom, tudjátok-e, akinek magas vérnyomás problémája van. Mászkálj 5 percet mezitláb a Földdel, és mérd meg újra a vérnyomásodat. Mérd meg újra. És meg fogsz lepődni. És mondjad? Baszki, ez a 100 000 hektár, vagy 1 millió hektár, ami körülvesz titeket, ez kevés, hát ne hülyeskedj. Hát még mindig mekkora a Kárpát-medence, hát 3 órát jöttem ide kocsival, 100 valamennyivel. De elég, de például ez nagyon fontos, hogy menjetek ki erdőbe. Tehát ezt minden természeti nép tudja, hogy a gyorsan növő fák, azok viszik le az energiát. Hát ugye a kinin az egy fűzfa féléből van, de átölesz egy ilyen fűzfát, vagy nyírfát, vagy gyárfát, ilyen gyorsan növő
fákat, az leviszi a zsizsegésedet, az lehiggaszt. Hát a frászkarikára gondoljatok. A frászkarika az egy fűzfából font, ilyen hullahó karikaszerű volt, így végigvitték a beteget, és mire leért a lábához, lement a láza. Amíg lassan nőnek fák, azok sok energiát akkumulálnak, ott fel tudsz töltődni. Tehát például valaki rákos, meg kemozzák nyomorult, tehát az tegye meg azt, hogy kimegy és átölel egy fát, és megkap tőle mindent. És soha nincs késő, semmire nincs késő. Csak őszintének kell lenni magunkkal. Tehát az kell, hogy nagy igazság. Az kell, hogy az ember lássa, hogy igen, ez most nem úgy jött össze, hogy figyeljetek, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy miért pont az ember, érted? A többi állat miért nem ment a falnak? Miért pont az ember csinálta ezt a gebaszt? És figyeljetek, az embernek van egyedül önálló akarata. Tehát a többieknek ilyen csoportakaratuk van. Ezt hívták régen tündéreknek, amikor egy tónak vagy egy erdőnek a fenntartó szelleme, ugye? Az ember egyéni akaratot kapott, és ezzel élt is, sőt visszaélt. Tehát megtette azt, amiket nem tehetett volna. És most elért minket ugye a fagylalt visszanyal. És most már eldönthetjük, most már láttuk, hogy milyen oda lenn. Milyen, amikor mindenki beteg, meg mindenki boldogtalan. És akkor most eldönthetjük, nem úgy, mint a többi élőlény. A többi élőlény rá van kényszerítve az együttműködésre. Ő nem szállt ki a buliból, pont azért, mert nincs önálló akarata. Az ember kiszállt a buliból, és azt mondta, hogy nem, dehogy veszek én részt ebbe a közös teremtésbe, én majd itt elbütykölgetek. De most már elértünk a falig, és most már önként újraépíthetjük a dolgokat. Nem tudom, hogy értitek-e. Tehát önként együttműködhetek a másik emberrel. Most, és hadd mondjak el valamit, mert ezt nagyon el akartam mondani, nem egy ökológiai dolog, de nagyon fontos, hogy tudjátok, mert egyszerűen egy olyan szellemcsoportba születtetek, amit úgy hívunk, hogy magyar, vagy hogy jobban tetszik a magerő népe. Minden egyes nemzet választ egy zászlót magának. Tehát a zászló az, amit követ. Tehát ez a cél. A magyar nemzet, a magyar nép egy olyan zászlót választott, minden zászló egyébként test, lélek, szellem szinten annak a népnek a működését írja le. A magyar olyat választott, aminek a testi szintjén a zöld szerepel. A zöld az az életnek a színe. Tehát nekünk fizikai síkban a feladatunk az életszolgálata. Pont. Értitek? Az életszolgálata. Nem betartatatlan rendeletek gyártása, nem elektromos orszörtejtő gyárban a főmérnöknek lenni, hanem az életet szolgálni, az életed árán is. Akkor csinálod a feladatodat, a vállalt feladatodat. Mert állítom, hogy odafő mindjárt estünk ki a padból, hogy hadd menjünk le magyarnak, mert ez a legnehezebb pálya. Tehát itt nem az, hogy állsz az E-osztályú Mercedesed mellett, azt jódlizol fönn az Alpokban, hanem itt szopni kell rendesen. Lelki szinten ez a fehér. A fehér az a tisztaság is, de a fehér miből áll? A színeknek az összességéből áll. Tehát minden szín benne van, és minden szín már egyensúlyba került. Na most lélek szintjén ezt kell megélni. Erre van egy nagyon fontos népművészeti motívum, amire azt mondják, ugye, hogy verekedő betyárok. De ezek a betyárok nem verekednek, hanem a puskát leteszik a lábukhoz, amivel a másik embernek árthatna, elpusztíthatná. És a fokos, az meg ugye a szent fegyver volt, azzal meg tiszteleg a másik embernek. És ebből a két magatartásból, hogy elpusztíthatnálak, följelenthetnélek az adóhatóságnál, elterjesztetném rólad, hogy buzi vagy, meg moszadügynök, de ezt nem teszem, ellenben tisztellek, pedig az nem lenne kötelező. És ebből a két ember közt egy templom épül. És ez egy élő templom, és higgyétek el, hogy ebbe a templomban lakik az Isten. Nem bennünk van az Isten, meg nem rajtunk kívül, köztünk. Értitek? Az élő lények viszonyában lakik az Isten. Ahogy bánsz a gyerekeddel, ahogy bánsz a feleségeddel, ahogy bánsz az állatokkal, bánsz a növényekkel. Az maga az Isten. És ezt kell újraépíteni. És a magyarnak az a feladata, és ezért mondom, hogy igenis el kell kezdeni ezt a szerbekkel, el kell kezdeni a tótokkal, abba kell hagyni ezt az eszement hőbörgést.
Trianon az annyi volt, hogy visszanyalt a fagyi. Nem szolgáltuk az életet. Nekiálltuk folyót szabályozni, tönkretettünk mindent. Mindig akkor kapta a magyarság a történelemben a pofonokat, amikor nem szolgálta az életet. Nem tovább kell nyalogatni a sebeinket, fölállni, azt menni tovább. És megköszönni a pofont, hogy még idejébe jött, és nem tettük tönkre a Kárpát-medencét, és most nem egy sivatagba beszélgetünk. Ha megnézitek a belső Magyarország határait, pontosan ameddig a folyószabályzás elért. Pontosan. Nézzétek majd meg egyszer. És a szellem szintje az a piros. A piros az pedig a tűz. A fölfele törekvés, a korlátlanság. Nincsenek korlátok. Felejtsétek, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni. Kicsik vagyunk, hülyék vagyunk. Nincs ilyen. Ezt a kötelező oktatást nevelte belénk. Semmi egyéb. Nem vagy elég jó. Érted? Nem vagy elég jó. Megmozdult benned valami? Már ezt rakták beléd. Ezt szedd ki magadból. És olyan leszel, ami ennek az Isten megteremtett. És ez a magyarságnak a feladata a szellem szintjén. És ez egy gyönyörű feladat. És annak idején még egyszer hangsúlyozom, estünk ki a padból, hogy ezt megcsinálsuk. Egyedül annyit kell, hogy tegyük ki magunkból ezeket a dolgokat. Minden ilyet, amit belénk vertek, és hibás tudás. És ne adjuk, hogy a gyerekeinkbe ezt beleverjék. Bocsánat, már nem tudom, milyen kérdésre válaszoltam, de lehet, hogy egy kicsit elcsúszott a dolog. Szóval ezt ne felejtsétek, ez annyira szép. Annyira szép, és ez az alapja az új szövetségnek, hogy minden ilyen emberrel, aki erre képes, érted? Erre képes, hogy az életet szolgálja, erre képes, hogy ne ártson és tisztelje a másikot, és erre képes, hogy tegye le a korlátait. És gondold el azt a népet, aki szabadon rohangászik, lovagol, éli az életet, egy életvidám valaki, és kap egy ilyen vírust, hogy bűnben fogantál, bűnös vagy. Bűnös vagy. Érted? Tedd ki magadból a vírust. Teljesen mindegy, hogy mennyi idős, ki hozta ide, felejtsd el, nem ez vagy. Miért lennél bűnös? Nagyon sok olyan népnek ez az ászla, akit éppen próbálnak kiirtani a világból. Hát ezek mind a magerő népei, nem csak a kurdok, a izék, hogy hívják, azokat is csesztetik egyfolytában, a baszkók, meg a mit tudom, nagyon sok népnek ugye ez a áramszín. Ezek a nyilas népek a világban, hát ezeket próbálják most kiirtani, de ezt nem lehet kiirtani. Az élet, a nyilas az ugye, és nem akarok belemenni ilyen asztrologizálásba, de a nyilas, a nyilas mögött van az a nyílás, ahol belátunk a spirálgalaxis magjába. Tehát amikor advent időszaka van az évkörön belül, akkor tódul be a teremtő erő a mi kis galaxisunkba. És népként mindegyes népnek van egy ilyen idézőjebe születési horoszkópja, mint a tied. Csak egy népé a népnek az alaptulajdonságait határozza meg, és a magyar nép az a nyilas népe. Ugyan, mint ahogy a német a szűz, meg mit tudom, a zsidó a bak, meg minden népre jellemző a mentalitására. A magyar az a nyilas. És a nyilas mögött van a teremtés forrása, tehát onnan kapja állandó az erőt. Egyetlen egy gebasz van, hogy ez egy tengely. Tehát ez azt jelenti, hogy ha szellemileg nyilas vagy, akkor a fizikai síkba ikerként kéne működjél. Az iker az egymás támogató, segítő. Így működünk, igaz? Na, de ha nem így működünk, akkor hogy várjuk el, hogy ez valahol földet tudjon érni ez a minőség? Ugye ez Nimród, a szellemi atyunk, az első király. Igen ám, de mi marha messze vagyunk attól, hogy ez földet tudjon érni. Ez egymást kéne támogatni, és ott állna mögöttünk, ott lihegne az Isten hátunkba. Csak mi hogy működünk? Pontosan, ezt úgy hívják egyébként, hogy élettenge, és egyébként ez a tejút. Csak mi pontosan másik tengelybe álltunk át, ami pedig a halaknak, meg a szűznek a tengelye. Ez viszont a halál tengelye. A halak az a kettőség, ami nem segíti egymást, hanem kiírtja egymást. Káin, Ábel, Romulus, Rémus, stb. Meg beálltunk átverni a másik embert a nap 24 órájába. Ez így nem működik. Tehát vissza kell álljunk az eredeti programunkba. Csak ezt szégyeljük. Annyira ott van a népmeséinkben, figyeljetek,
most tényleg kicsit kicsúsztam a biológiai vonalról, de majd mindjárt visszatérünk, de gondoljátok el, hogy ugye elindul három királyfi, az idősebb kiválaszt az aranyszőrű paripát, a középső az kiválaszt az ezüstszőrűt, a legkisebbnek meg a gebe jut, amit éppen visznek ki a trágyadombra, mert dögrováson van, ugye? És nézzétek meg, mi van népmesébe. Fogja, és vállára veszi a gebét, mert a gebének már nincs jártányi ereje. Tehát magyarul egyébként a ló az a nemzeti létet, tehát ami messzebbre visz, mint ahova egyedül eljutsz. Tehát gondold el, hogy az a nemzeti lét, amiből normális esetben meg kéne, hogy éljél, mint német, mint amerikai, stb. Ugye ő abból él, hogy az egész világot kizsákmányolja, és jól el van belőle. És nem, hogy megélsz abból, hogy magyar vagy, hanem neked kell a válladra venni, vállalni ezt. Ez egy plusz teher ma. Érted? És mégis megcsinálja. És ez az első lépcső a mesébe. És utána a második lépcső, Brunci királynak a meséjét olvassátok el. Hogy megy a izébe, és a városi népség meg röhög rajta, mert ez az egyetlen, ami ezért. És mondja, hogy úgy néz ki, mint Brunci királyfi. És nem azt mondja, hogy Brunci királyfi a jó kurva anyád, hanem azt mondja, hogy most már nevet is adtál, köszönöm szépen, innentől Brunci királyfi vagyok, érted? Tehát még a rosszat is jóra fordítja. És nem akarom elmondani az egész mesét, de az a lényeg, hogy kiér a városból, és mit csinál? Megeteti parázssal. Tehát a parázs az pontosan ez a tűzelem, nincsenek korlátaid. Érted? És attól lesz majd táltos paripává. És hogy kezdődik ez a mese? Amikor egymásra talál, ugye a főhősünk, meg a gebe, mit mond neki a táltos gebe? Emlékeztek? Ez a kulcsa mindennek. Na ezt az egyet jegyezzétek meg. Édes gazdám, vigyél ki a városból. Olvassátok el a mesét. Minden ott van előttünk. Szerintetek ki írta azokat a meséket? Ki írta azokat a meséket? Mi? És kik voltak a táltosok? De kik? De kik? Figyelj! Én tudom, hogyha valamit el szeretnék érni 400 év múlva, miután tudom, hogy visszajövök, jeleket fog hagyni magamnak. Érted? Ezeket mi írtuk? Mi írtuk, hogy amikor ide kerülünk ugye a sötétség korának a kellős közepébe, akkor legyen egy-két gyertya, ami ég. Ezeket a meséket mi írtuk magunknak. Döbbenetesek ezek a mesék. Nagyon, nagyon durvák. Nagyon, nagyon nagy tanítások vannak benne. Na, térjünk vissza a biológiára, vagy mit tudom, kérdezzetek nyugodtan. Én olvastam a tanárunknak egy valamelyik előadását. Olvasta? Igen. Ezt hogy csinálta? De ezt minden normális kultúra tudja. De még a hülye görögök is, ugye, a gája. Csak nem olyan szempontból néztem én ezt, tudtam én ezt valamikor, amikor tanultam, mert ezt tudom, hogy élőlények vannak benne, körforgás, anyagok körforgása. De a szellemiségtől nem tanítottak bennünket. Sok mindenről nem tanítottak bennünket. Egyébként pusztán az a tudás, amit azért tudunk, meg tanítunk mondjuk egy egyetemen, már abból is össze lehet rakni a dolgokat, mert például csak ahogy a Földnek működik a hőmérséklet szabályzás, azt nem tudom mennyire ismeritek, az a lényege, hogy a légkörnek az áteresztő képessége szabja meg a hőmérsékletet. Tehát, hogyha sok benne a széndioxid, akkor egy ilyen hőcsapdaként működik, üvegházként, hogy ugye nem engedi vissza a hőt. Ha kevés a légkörbe a széndioxid, akkor kiengedi. Na most gondoljátok el, hogy úgy működik, hogy ha magas a hőmérséklet, akkor elburjánzik az élet. És minden, ami él, a szenet von ki a környezetből. Tehát a te csontozatod, a fák, az algák, stb. Minden szenet von ki, tehát elkezdi a légkört átlátszóbbá tenni, és szépen visszaül.
És ha túl hideg van, akkor meg az történik, hogy vannak készletek. Van a földajának zsírja. Ez a kőszén, kőolaj. Ez az, amit most fölélünk. És ilyenkor ez a vulkanizmussal, meg egy csomó egyébbel kikerül a légkörbe, és visszafűti. Tehát ugye akkor eltűnik az élet, nincs, ami kivonja, viszont ez a pöfögés ez egyfolytában van. És ilyen tök egyszerű szabályzó rendszerek tömkelegéből áll a Föld. És igen, szellemi szabályzása is van a Földnek. És mindig van a Földön egy magerő, ami azért felelős, hogy az élet menjen tovább. Pont. Mint a természetben. Úgy, ahogy is működik. Tehát, hogyha jön a hideg, jön a sötét, akkor magállapotba kell vonulni, védett állapotba. Ez volt a idézőjelben honfoglalás. Amikor a mag maghéjba került, ugye? A maradék szkíta népek egyszerűen visszahúzódtak a Kárpát-medencébe, több lépcsőbe, több száz éven keresztül. És azóta ez a mag, ez várja a kivirágzását, a kicsirázását. És ez most jött el. Erre, mert most gondoljátok el, ami nem vállaljuk el a feladatunkat, akkor több száz, meg több ezer generációnak munkája vált fölösleges. Akkor minek tartották meg ezt az országot? Minden szartól, a töröktől, a tatártól, a német-római, mit tudom én, banditáktól. Azért, hogyha eljön az ideje, akkor újra lehessen a magot. Újra az élet áttörje a korlátokat, mint ahogy tavasszal is van. És most ez fog bekövetkezni. Ezért fontos. Tehát ennek a, ha kirakjátok ezt a sok kis mozaikot, így áll össze belőle a nagy mozaik. És ezért nem kell megijedni attól, hogy most ennyi szerb van, meg annyi migráns van, meg ennyi, majd szépen beállnak a rendszerbe, mindegyik a helyére. De az, hogy hova álljon, azt a példát neked kell megmutatni. Érted? Mert annyiszor átverték ezt az emberiséget, hogy már csak a hiteles példákból fog bármit felfogni. Ez egy önvédelmi mechanizmusa. Ugye? Mutató új. Kérdezzetek inkább valami vidámabb dolgokat, nőkről, vagy mit tudom én. Igen, nőkről akarsz kérdezni? Egy olyan dolgot szeretném kérdezni, ez a takarással kapcsolatban. Igen. Mondta, hogy ilyen fél méteres takarás. Uh-huh. Nem tudom elképzelni, hogy mivel hogy mi úgy tanultuk meg, hogy kapálunk meg. Igen. Szép, hogy tiszta akkor, legyen a Föld. Igen, de most akkor hogy ültetem, vagy ha el is ültetem, akkor azt mondja. Hát figyelj, én nagyon nem leszel büszke a kerted, de azt most mondom, tehát nem lesz benne szép rend. Jó, tehát következő. Tehát a nagyobb növényeket, nagyobb magokat nyugodtan lehet a mulcsba. Tehát például a krumplit, egyebeket fogod, beszorod a mulcs alá. Vagy akár úgy, hogy leteszed a földre, rámulcsolsz. Az apró magnak meg szépen megnyitod ott a mulcsot. Megnyitod, és oda ültetsz egy sort. És még egyre jó ez a mulcsolás, nem kell kapálni, nem lesznek gyomok. Egyébként a gyomosodás hát megint védekezik, tehát nem szereti a monokultúrát. Tehát nem szereti a természet a monokultúrát. Tehát ha csak annyit megcsinálná, hogy nem egyféle magot ültetsz, hanem legalább 10 félét egyszerre, már nem lenne. Ilyen ökológiai polcok vannak a természetben, ilyen helyek, és mit tudom, mondjuk kell egy ilyen ökológiai rendszerben keresztes virágú, meg fészkes, meg mit tudom én, micsoda. Aztán, hogy az a keresztes, az most mit tudom én, káposzta lesz, vagy mit tudom én mi, az már rajtad múlik. Tehát egy kicsit megismered a rendszer működését, akkor rá tudsz segíteni. És ez a csoda, most gondoljátok a régi gazdálkodási módokat. Nem szembe mentek a természettel, hanem megértették a természet működését, és rásegítettek. Tehát talán a legszebb példa pont az ártéri gazdálkodás, ami itt is volt. Mert végig a Tisza mentén, meg a Duna mentén megvolt. Az volt a lényege, hogy ezek a folyók azért vannak a tájban, hogy életet vigyenek oda. Tehát tavasszal kilépnek, és viszonylag nagy ilyen lapos területeket elárasztanak. Ezt segítették a parasztok, és fokokat nyitottak rá. Na most a fokokon ezek pár kapavágásnyi dolog volt, és a víz elvitte, az ásott magának egy mély valamit. És elárasztották ezeket a területeket. Na most
oda mentek, ezek hatalmas területek, kimentek a halak legelni. Tehát hatalmas területen táplálékot találtak, hamar fölmelegedett a víz, leívtak, és utána megcsinálta az a sunyi paraszt, hogy nem engedte vissza a nagy halakat. Tehát csináltod a harácsot. És gondold el, hogy szekérszámra vitte haza a nagy halat. Szekérszámra. Nem győzték enni. Egyébként régen a Kárpát-medencében a táplálék az a hal és a gyümölcs volt. Nem a gabona. Most gondold el, hogy szekérszámra viszed haza, felfüstölt, stb. És mi lett? Az, hogy ezek a kis ivadékok, amit átfértek a harácson, ezek viszont visszahúztak a folyóba, és miután nem tudta a nagy hal megenni a kis halat, így a marxizmuson kívül még az is megdőlt, hogy kevesebb legyen a hal, mert több volt a hal. Érted? Tehát halázták a folyót, és több volt a hal, mint eredetileg. Tehát nem csak úgy lehet élni a természetben, mint most, hogy feléjük, hanem úgy is, hogy a természet javuljon általunk. Érted? Tudod javítani a teremtést. Olyan isteni lény vagy, aki javítja a teremtést, ha akarja. És ezt mindenben meg tudták csinálni. Egyébként nem csak ez volt a haszonvét, mert utána, hogy ugye lerakták ott a madarak a tojásaikat, tehát akkor megint kapta egy szekér tojást is, azt is elrakták, idő van, 5 perc, jó. Azt is elrakták, aztán gondold el, hogy na mindegy, nem akarom variálni. Hát annyi a vége, hogy rakták el például a tojást. Józan parasztész, hadd lássam, délvidéken működik-e még a józan parasztész? Van egy kurva sok tojásod. Vettél a Tesco-ba akciósan 10 tálca tojást. Mit csinálsz vele? Ennyi. Így van. Tarhonya. Tarhonya. Tehát a tarhonyának az a lényege, hogy megpirítva teszed el. És amit megpirítva teszed el, abban nem megy a kártevő. Se a moly, se semmit. Utálják a pirított dolgokat. Ez volt a tarhonya. Így van. Akkor még egy paraszt van azért a környéken. Az már egy szem búzából búzatáblát csinálsz, az ocsiból semmit. Na, tehát ugyanez van, képzeljétek el, hogy ugyanez volt a szállalóerdészettel, ugyanez volt az ártéri legelőkkel, minden ez volt. Egy csodálatos több haszonvétű rendszer, és javul általa a teremtés, és ezt ma is meg tudjuk csinálni. És meg tudod azt csinálni, hogy a saját kertedbe egy ekkora kerted legyen, mint ez a terem, és megélsz rajta. Nem úgy élsz meg, hogy majd eladod, és veszel rajta mit tudom én mit, hanem úgy, hogy nem halsz éjjel. Tehát a valódi táplálék, ami tényleg kell az élethez, azt megadja. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyon fontos, hogy újra fogjátok meg egymás kezét. Tehát ez, amit elmondtam, hogy hol lakik az Isten, ez a kapcsolatok. Ne adjátok a másikat elbotlani. Álljatok össze újra tizedes rendszerekbe. Tizedeket képezzetek, a tizedesek választanak századost, szervezzük újra a Kárpát-medencét. És nem kell foglalkozni a hatalommal. Az az ő baja. Ti meg csináljátok azt, ami belülről jön. Jó? Köszönöm a figyelmeteket.